From your camp by your flats, you're not the ants. From what do you every man turn chopper? Who fast call atta? Nobody no matter. Choppy grass till your pocket them green like waka. Pokey girl them me no matter. Pussy missy, me no see ears we butter. Belly get fatter, that a chopper in no matter. St. James and Nova, West small and atta. Full up a machine, we go ring a chopper gun. Jamaica me on. Bad man dog, but bad fear cars. Nowadays badness, every man a boss. From your camp by your flats, you not fit in a job gun. Jamaica me on. Bad man dog, but bad fear cars. Nowadays badness, every man a boss. From your camp by your flats, you not fit on. Me a hunt for the money like shatter. When me roll out, clean dog watcha. Girl, them say, them know we a chopper. Why you watcha? Me no business. If you jump chicken, that a for your business. If you put your hand can, don't a ton, one for your own. That a for your business. Miss a seasoning, that a fruit business. My business are just my business. See, I'm blind, leave people business. Here and deaf to hard days business. Me no job can. Jamaica me on. Bad man dog, but bad fear cars. Nowadays badness, every man a boss. From your camp by your flats, you not fit in a job gun. Jamaica me on. Bad man dog, but bad fear cars. Nowadays badness, every man a boss. From your camp. Sorry, man, sorry. And them GV Steely Y pre. Y'all live a life with Tony C pre. Get gamp on it all with the crown and the markets. 5 grand of a gal and I'm chocolate. 20 we roll. Pan it all so the car press. 12 grand in the coon. Yo, Rolex for my wrist, it a bust down. We style a gal, I saw my cocky, yeah, she custom. Man, I make him money fast, trap no funds. Fat bim bim, park up a gate front. Sell me a bills bag with a magnum. Me link up bravers, panny bad drunk. Me sell couple strap, I'm a fire some. Boy, ya fi, yeah. Yeah. Watch his style, bitch, play fully chippin' on my rich. Pass the brick, mama flingin' pon the pretty little bitch. Watch a girl, my youth, cause she want for something. I lock it down, dog, yeah, them want be one of me. And I try violate, cause the Glock, you know, it chip. And the money where my flip, it can feed the family. For my wrist, it's cool like the ice in my fridge. I figure fit for me gold, kick it like a river. It's too my style, tough dog, just call it concrete. A clock span feet, 30 grand feet, straight on my heel figure. My gears, them not cheap, for your girl see the pre. And now she want cheat, and them white pre, money pre, and a seeds. I go cheap out with teas while I beep out with feet. Your room look how we need. Girl, them just a free money enough to see. Pussy them a free. Ramp on it all with the crown and the markets. 5 grand of a girl and I'm chocolate. 20 we roll. On it all so the car press. 12 grand in the coom. Nothing can less. Ramp on it all with the crown and the markets. 5 grand of a girl and I'm chocolate. 20 we roll. On it all so the car press. 12 grand in the steady them not beat. No, yeah, tabo bed, my tabo sheets, my tabo leads. Pussy, yeah, tabo bins, yeah, tabo jeep, y'all walk from clean, bigs than rolling. Zero the game, on the nine, no cheese, yeah, my master the game, so my car grows key. Client up a piece, so my child, so fee, lifestyle, no cheap. Boy, ya fi, yeah. Yeah. Watch his style, bitch, play fully chippin' on my rich. Pass the brick, mama flingin' pon the pretty little bitch. Watch a girl, my youth, cause she want for something. I lock it down, dog, yeah, them want be one of we. And I try violate, but the got you know it. And the money where my flip, it can feed the family. Palmeries, it cool like the ice in my fridge. I figure if you me gold, kick it like a ribarito. My style tough, dog, just call it concrete. A clock's pound feet, 30 grand feet. Straight to me hill, figure that my gears, them not cheap. Sorry. Szevasztok, testvérek! Indul! Indul a live! Passzad ki neki keretbe! Ja, volt idő most egy kicsit foglalkoznom a Twitch-el. Így, hogy
hogy ez alatt a volt idő, hogy kicsit a újdonságokba belemerülni, mit, hogy merre, hány óra, ízúban a bablevessel, meg ilyenek. Tudjátok, hogy van ez? Oni, Bonitecto! Á, de nagy zene! Gyere! Boni! Bonitecto! Így röviden ennyi. Volt idő, hogy kicsit foglalkoznom így a dolgokkal. Na, szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyok, bazd meg! Itt vagyok! Megjöttem, balondevergós pólót fölvettem. Hello, hello, hello! Hello, hello, Dika Bolonaruto! Úgy te imádom! De imádjuk Narutót! Hello, hello mindenkinek, srácok, üdvözlök mindenkit, lett voltak itt nagy változások, menjünk át ide, mert itt egy pár dolgot ki kell csapdosnom. Nem ez kell nekem, ez. Igen, és itt meg kéne találnom a GMR-nek a logóját, ugye? Ja, már azt lelkemre kötötték, hogy ki kell vágni. Ha! Úgy érzem, ezt többé kell beraktom, bazzak, mert ezt fogjátok spamelni. Jöcsém! Áthelyezzük ide így. Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Úristen, mi vagy itt? Hello, hello! Na jó, ezért tényleg többre kell beraknom, Gertibe, ezt fogjátok bemelni? Elmettek a pocomba! Na már nem posztok ki velem! Mondom! De nem battok ki, testvéreim! Máma, ez több lesz akkor! Dehogy játszunk, Nerdvájzol, ne beszélj butaságokat! Hallod? Nem unod? Erre kell egy kicsit ad! Na, lesznek új emótok akkor? Szép volt. Én nem toltam ott. Egy kört mentem ott. Már egy képet ide kéne basznom. GMR, igen, tallózás pak. Igen, minden fáj. Jó. Tök aranyosan kicsire össze kéne baszni. Így is van. Jött, várják, közben engem nem láttok. Bazd meg, én itt nagyba csinálom, dolgaimat, azt nem láttok engem mara. Hát itt vagyok, geci. Hát itt vagyok. Na srácok, GMR-re megérkeztünk. Ezt valakinek nagyon GMR-ről sokat hallottam, nem tudom, nem tudott még. Hát tesi. Megnézzük, milyen. Játékos bázisban. Hogy a patom verjen bele. Da 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 da. Wow around. Látom, ez tetszik mindenkinek, ez az 50 ér, ez a quack, quack, quack. Az mindjárt lejjebb húzom ezeket. Ezt pont nem állítottam be annó, hogy hangban milyen legyenek, mert csak beállítottam. Yeah.
mindjárt lejjebb húzom itt hangokat rajtam, ezt én sem gondoltam komolyan. Ami a channel pontos. Na jó. Így. Lejjebb lett húzva, szevasztok testvérek! Geci, lejjebb rátottam. Kicsit másabb lett a grafikai melosztástem. Hát lejjebb húztuk. Ezt nagyon alá léptem, szerintem ez az 50, ne? Mint ez a gond? Ugye ezeket a channel pontokat én nagyon alá számítottam. Most már beszoktátok testvéreim, olyan koldont vertem rá, hogy sírva fakadtok. Na. Báktáló testvérem, báktáló! Alózunk egyet. Szevasz szép testvérem! Hát meg gond történt. Mi van testvérem, mi a gond? Halljak meg, mondjad te mereptene! Tig segítsé már! Segítsé már nényének, be van szakadva morát, hagyjad, hogy tolja! Hát ki akarni segíteni, mert árnyékorászban volt ott, aztán nem figyeltem. Szétbontottad? Ezért tesz. Ne fizessem ki? Életed sincs, nemhogy fizetni tudná. Ezért tesz rombolni, meg a gázsik életét tönkretenni, ezért tesz. Nem akartam tönkretenni. Hát hallj, akkor mit akartál, morát, halljak meg, mondjad! Mondjad, mit szerettél volna? Nem vettem észre a cepp hölgyet. Hát csoda, hogy kilátszott a kugli fejedből, more. Na, nem kellene. Mert mit nem kellene, mi most vagány vagy? Belász az arcomba, vagány vagy, testvérem? Na, mondjad, mi van? Mi legyen? Várjál, csörög a telefonom. De figyelj már, te hol a faszomba? Én most fűgarázsba, szép testvérem. Akkor most pusztulj már át a másik oldalra, légy. Megyünk testvérem, megyünk. Milyen mentek? Hát ti... Eló. Gyere testvérem! Mi van? Gyere már! Hova? Gyere! Hova? Hát ide állt a másik oldalra, gyere már! Baktaló! Csomi! De nem, csúszom, na mi van veled, faszom? Ja, te vagy szép testvérem, legyen áldott szép barátod! Mi a helyzet, öcsém? Úgy vagy, bátyám? Minden fasza. Úgy vagy? Gecis meló, meg minden fasz. Csomi! Tja! Viszú! Minden batya! Annyi nem is ismer, be sem mutatkoztatok egyébként. Hát testvérem! Na! Ő a bizniszmenünk. Ő melyik? Itt... Ő! Várjam, igen? Ő a bizniszmenünk. Ő... Igen, a francia sapka, igen. Így van. Az... Ja. Az nem tudom, hogy ki a facom. Az ki? Az ki? Fehér te flash, te ki vagy? Ő van. Ő elmondom. Ő Romeo. Ő a Romeo, ő mindent becsikánykodik. Van itt a testvérem, ő a szócsövünk, ő a szónokunk. Na. Szónokunk. Ő a szónokunk. Van egy kabalabulánk is, ő a kabalabula. Ez itt. Kabalabula, hát látod, ő a kabalabula.
Na, de mindegy, na most mi legyen, testvérem, mennünk kéne. Hova? Menjünk, menjünk. Kezdjünk egy csepp utat, menjünk, vagy kimenjünk itt dolgozni a bányába. Köszönöm szépen neked is. Hát az a baj, hogy a szemetes és hát a kukázásban nem sok pénz jön, érted? Miben? De a most ha azt nézed, eladsz aranyat, gyémántot, az rezet, vasat, szenet, azból, az öt dologból mind pénz jön, bátya. Úgy igaza van. Akkor inkább azt tesó. És ha kell, akkor kölcsönadom a nagy autómat. Nem elég az, hogyha izélünk. Így kimegyünk a csákányjal ütni, vagy rendesen fel kell venni melót is. Fel kéne venni a melót, persze. De én úgy szoktam csinálni, figyeld, felveszem hát meló, átöltözök, elmények robotba, azt ugyanúgy átöltözök. Másnap nem kell felvenni munkra. Érted? Már egyszer felvettem. Kodom van. Az hogy pedig átírtam. Kukázni szeretünk turnázni. Igen, de abból nem jön pénz. Hát tesó, másfél órát kukáztunk, és jött belőle vissza 200. 200? De nem 2000? Értesz? Most elmentek egy órát bányászni, szereztek 2000 fölött. Mondtam valamit. Így van, sokan satszolok. Vagyunk. Na hát azért mondom, hogy nem a szemetesről lesz nektek több pénzetek. Hanem belőled. Hát persze. Mondjuk ahhoz képest szarral izé mercikkel járkátok, mint ilyenek. Ezt laptuk. Aha. És kitől? Lopott, lopott. Lopott vannak csak. Hát figyelj, már mondtak nekem olyat is, hogy a kocsit ellopunk, valaki megveszi tőlünk, a szétszedik, vagy mi buzdjálkolják. A cigányok lehet szétszedik? Én nem tudom. Hát a vastelepen a gypsy. Ja. Meg kéne őket keresni, nem? Hát a azt vastelepen a hol járkálom ez a... Én fejőket keresni, miért? Nem normál, az hol járkálom. Engedjük el. Na mindegy, meg kéne látogatni. Menjünk a vérünkhöz, ha hogy ne. Ha, gyerünk. Kérdezzük meg, hogy mennek ezek a bizniszek. Erre vannak? Nem mondja. Várja, beülök valakihez azt. Na, gyertek. Na, hova üljünk be? Várja, ez nem ti autót? Neked főztek. Hát az enyém a kép. Már GTA-nak kell ki. Gyere, jövök, megyek én. Ha menjél, megyünk utána. Már azon van. Hát akkor hozzá valami jó. Hozok 4 személyes, igen. 6 személyes, 4-es. Jó estét, uram. Szép jó estét. Vágtalon ráadási szóveszpangér. Hogy rám mozdult itt a bácsi? Mi baj van, bátyám? Nem tudom, nagyon beleállt a fészembe. Probléma van a testvéremmel? Nem adja kötötködjek, indián vérpulik bennem, hamar lasszúra raklak. Most hozzám beszél? Na mit szintet kifattom volt? Hú, nézel ki mi Jézusát? Mit ártottam magának? Nem én nekem, a testvéremnek. Csak mit mondom, csináltam? Ne álljál bele az arcába, mert lasszúra kötlek. Ő jött ide hozzám. Most még meghazudtanod a testvéremet? Nem kell a balhi, adja, de bérünk látni ő is. Cigány gyerek, mint mi. Gyere, tessék. Az fehérem vagy, mint a hó. Hát nem baj, ha mi van, nem jön. Hát nem tudom, hova üljek. Dik, jó, megy a picsádnak, Dik, még Mercedes-szel vagy. Gyere, ülj ide, izé, Franci. Fájlatok. Franci. Ez a Jézuska. Nem tudom. Na mi van veletek? Ti nem vagytok normálok. Mert? Miért? Na mi egyből hozzuk, mondtam, lealudsz a geng van itt esőre. De nem jó, a kukázás kaka. Nem hát én, de jó, ezt magyarázd meg neki. Az szép, bazd meg, Tomikám, akkor. Te most jön az a kocsi? Vagy talált? Vagy ezzel mi van? Nem is megyek sokkal. Hát lassú az a kocsi, testvére, figyelj. Hát én értem, de 54-en megyek, tesó. Jó, az egy régi szutykos Skoda, régi Merci, ez megérted, testvérem, az egy, na, ez egy TLS, jó, megy a picsáznak, Dik. Fájt is a zsebemnek, baszk. Na mennyi volt? Hát hagyjuk. Izé, bitcoin volt? Nem akarod tudni a bitcoinok árát szerintem. Ímor, ez bitcoin évetted? Ez bitcoinos, tesó. Jé, rohagyjon ki a gyomrod akkor. Drágább nem volt? Azé. Kurványát mindig eltévesztem utat. Hát de volt. Van is drágább, de az már nagyon fáj. De most mit akartok itt a cigányoknak? Megkérdezni dolgokat? Én nem tudom mit akarnak, ők intézik a biznit nagy részét. Jó, mert vigyázzik el velük, jól boxolnak csak. Jó, van. Beleállok én az összesbe a gypsy vérűekbe. Ti! Ez tényleg cigánytelep, more? Na várjál, felhívom, mert ez így nem lesz jó. Kolykodi Morillo. Ja, testvére, megjöttünk. Dik, figyeld, már Dik a sokra ezett vasat.
Halljak meg, Dick! Emmor, a tankot is ellopták az új izék. A cigányok! A cigányok is ellopták, kore! Marja a tankot! Szal van neki! Dehogy kapok hát semmit, nem kapok a csatorna pontot. Az nem az, annál le kell, annál dolgozni kell, érted? Annál nem dolgozni. Dolgozni? Ott egy ATM. Nem a mi munkán. Itt egy tank. Van itt minden. Ennyi sem elérhető. Ezt mondom most. Neked, ellopták az izé. Mole. Az baj. Az baj. Az a baj, hogy itt senki nem elérhető most. És ez a pénzemet le kell rakni, nem? Van most itt el vannak tatyomban nézsz, foglalva a cigányok szerintem. Vagy bulizik, vagy mondjuk edzenek, várja, tényleg a gymbe edzettek. El kéne adni a vörös bugyikat is. Mennyibe hát veszik a vörös bugyit? Hát ki tudja, én nem tudom, hogy egyetem beveszik, érted? Na azt mondták valami csajok kint, valami puccos helyen. Lehet hülyeskedni, érted? Ha mondtam a striptease klubba. Mi ez? Nyárra van valami programot? Tessék, csinálom a házat. Sok programom nincs, meg itt live-olok, így röviden ennyi. Meg talán elmegyek egy hosszú étvégére az asszonyra nyaralni egyet. Kell vennem ezt a textúra packet, majd újra bosszom a GTA-t is mindent. Hát az a 10 percet. Egyik se. Mindegyik az. No. A lirákról mit érdemes tudni, szép testvérem? Hát, hogy kurvára vigyázz velük. Na miért? Mert hogyha több áron, vagy ha elkezdesz mondjuk a vas, nem is mondjuk a szenet, tegyük föl, te 130-ra akarod eladni, és találsz rá vevőt, azt tudja, hogy szép kurják meg a te seggedet is. Mert kodaknak voltak eddig. Igen, azok. Én is az egyik fütyikének adom el a vasat állandóan, testvére. Én a lilákkal üzletek, fejjelek. Meg hol lehet itt kaját tenni, ami jó kaja? Hát takó, étterem, tequilala, meg ilyen. Én kukáztam ilyen boxot. Hát azt tesszom, az olyan finom is. Na jó az. Az a baj, egy kicsit drága. Az, kaja az nagyon drága. Itt ez a baj. Na ez a baj. Az baj. A legdrágább bármi közül. Akkor valaki szomorítson már egy üveg üdítő itallal. Hát gyere, nem tudlak, ne haragudj. Hát adok egy gyere alkoholmentes sört, mert jobb nem volt. Mi ez az személy meg rajtad indián? Kipörgetted a izébe? Nem, mi van? Hagyjad már kukába, találtam, more! Bügyös indián. Na nem magyarázzál, köszönöm szépen, testvérem. Hogy tényleg olyan vagy, mint egy indián bár. Munkavédelmi. Hát nem jó, testvérem, csöves is vagyok, ruhám sincsen, a legjobb halljak meg. Na jó, van, induljunk neki kukázgatni, vagy menjünk valamit, mert nem fogok tenni. Szerintem, ja, csináljatok valamit, de ha kell, nagy autó odaadhatom, nem probléma. Ja, kukázunk egy cseppet, nézzük, turkáljuk meg a szemetet. Ja, csak figyelj, azt el is kell tenned valahova, nem? Van nekünk hova elratni. Van már lakásotok? Nem lakásunk autókba. Honnan lenne már rakász? De az már megtelik. Hát de az van még egy autó. Ja jó, de jó, várjál, mondtad Lilesi rakjuk lakásba. Én megnéztem, 20... 5000 euró. 20. 20 mi? 20 euró per nap. Igen, hát de nem rá, akkor is levonják tőled, érted? Hát de 20 euró per 24 óra? Nincs lóvén. Itten így összerint. Tehát ez most drága. Alszol, nagyon alszol, érted? Akkor itt ugyanúgy, tehát ugyanúgy vonják folyamatosan. Inkább hát 24 óra per 20. Utána gyűjtök inkább. Állod, figyelj ide, drága tépteső, de próbálj matekozni, mert állad el fog vetni. Belehogy, az a baj, hogy nem tudom jobban elmagyarázni, hogy tényleg. Egyértelmű. Figyelj, az a lényeg, tudsz olyat csinálni, megveszed egy órára, vagy valami, és akkor megfogod, lemondatod, amíg nem kell, aztán újra megveszed, ugyanannyiért, mondjuk 20 euróért, és amikor nagyot akarsz aludni, akkor lemondatod, de megmarad mindenet. Hát nem kapsz hol akkor a főbérlő, hogy kik vagyunk mi, ha ilyet teszünk, érted? Hát figyelj, ezt te tudod. Öten, csak el tudjuk osztani ezt a 20-at. Nézd már meg, mennyi ingatlan van, tesó. Mennyi? Sok. Sok. Számoljuk össze? Nem John S. itt a város. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és akkor járkálsz körbe, érted? Nem lesz baj. Valamit ki kell tanálni. Mindenféleképpen. Hát 20-at elosztjuk öttel. Ha gondoljátok, én csináltunk olyat, fizetek egy lakást, telibe egy lakást, és akkor abban ti be tudtok járkálni, de akkor egymást be kell hívnotok. Csak majd ha ott vagyok, becengetek. Hát ti tudjátok, csak döntsétek el. Én kiperkálok nektek, ha kell egy lakásra valót, és... Nem tudom, tesi. De szerintem nem a rendőrség, hanem a Pink Motelnél. Mert a zsaruk köcsöbök. Mennek a házba. Ó, találkoztam egy zsarúval. Hát nagyon szemtelen. Még nagyon igaz? orosz akcentusában, ja. Boris vagy ki az? A tekilába is volt. De belém még kötött. Te nem találkoztál a izével, Lajossal, Getz. Na az aztán... Na az meg rendes volt velem. Hát
örülj neki, hogy még az rendes volt, de amikor köcsög lesz, na várjál. Van ez a, vannak ezek az izézok, az oroszok, ezek nagyon szemtelenek. Azok. Meg kell baszni a szájukat, testvére. Persze, csináljad meg, üljél már te meg le. Amíg mi balhéznak az úgy, hogy azt se tudjuk, hol vagyunk, jó ember. Ki a be kell mutatkozni a nevükkel a faszomba. Na, mutatkozzál be, majd ők bemutatkozok neki, Diagelo Diavolo, a belépő-kilépő szétbaszó. Ez volt, a másik városban is néznek, hova jutottunk, kukába leszünk. Na akkor mi legyen? Leszünk. Kell egy lakás? Csak jól jönne, nem? Hogy valahol figyelj, a kocsikban mi belefér, vannak kocsik. De tesó, a kocsit kip is pakolhatják, a szájba vernek, érted? Hát pakolják. Akkor legyen a kérő, hát most a felajánlotta, hogy ne kéne. Na figyelj, az a baj, bocsánat, hogy még egyszer beleszólok, de az a baj, én edzek. Most én rád verek négyet, te ott fődön fekszel, míg te rám vesz 30-at, se érzem, megérted. Te megyek edzeni én is. Jó, igen, tudjuk, most egyből baseballütő. De amúgy, ha nem ketten jöttök, szembeszállok veled ugyanúgy egy-egy. És akkor megválod, mert tegnap így vertem meg egy gyereket. Mert amúgy nekem jött, érted? Jó, de a 9 millissel kigyúrhatod magadért. Hát mondjuk 9, hát igen. Mondjuk az baj. Kés viszont nem fogtok szerezni, ez nehéz. A lilák azt mondták, hogy szólóki tudnak. Hát az jó, de ezt mondtam, hogy sima boltban nem tudsz szerezni. Ezt csak mondtam neked ma. Mindegy, de sim, gyere, küldök neked kést. Jó? Melyik jó. Egy lakást vegyetek. Nekem mindegy, melyik döntsétek el, de... Nekem, mert én bók közé. Meg, gyertek, meg, valakivel jöjjön el velem, nézzük meg, mennyi a lakás. Ha de menjünk el, mindent ha menjünk, jelni, persze. Ha menjünk. Oh. És akkor izé... Szikpá, baseball itőd borgoltjál meg. De hol a bőrend? A bőrend ott maradt a reptéren. Milyen bőrend? Bányi, Franz, minek az a szakadt ruháid? Én ennyivel szakadt jöttem. Én ennyivel jöttem. Ezt találtam. Százaskodámmal nem hoztam többet. Ott maradt a drága Gucci ruhám, minden. Megértem lesz, ilyen. Na, azt rá nyomod a port rá, oké? Gyere, tájbedik már, ne is baseball itt menjetek. Várjál, várjál, oda menj el. De lassan, mert ők nem tudnak követni. És óvatosan én bekötném magam, mert olyan veszélyesen vezetsz. Én sose vezettem veszélyesen, testvérem. Ki ez a sarkantyúval, indián? Nem elfér a mercibe, van rá kattó. Ugye azt hiszem az 8000. De a csöves ingatlan meg 6-5, azt hiszem, ha jól tudom. Az a zsaruk mellett van, de azt utálom. Kutyák oda jön. A zsaruk melletti az 5. Akkor 5. 5000 valamennyi. 5000 valamennyi. Aha, régen több volt. De mindegy. De vágtam a tempomat ott neki. És ott a tequila alatt? Tequila alatt? Nem tudom, meg kell nézni. Nézzük meg azt, az jobban tetszene. Szerintem azt nézzük meg, mert ez közel van. Oda mennyi. Ugye a zsaru geci. Izé, 6, mennyi? 90-es tempó elvileg az itteni megengedett a belváros. Szóval ja. Mit mondasz? Nem értem! Ugyad már neki. Ő vettem 90-re neki, zsaszta! Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Meg köcsögök vannak. Ne menj át, ne menj át. Mert egyből rágyunk egy. Tik-tik-tik! Jó vagy, vérem? Mi történt? Bazd meg! Mi történt? Jó vagy, testvérem? Jó vagy? Tévédő megmaradt! Bazd meg! Azt hittem vagányabb gyerek vagy te. Bazd meg! Mi van? Én jó tudom, vagy? Van. Gyere, száll, ülj, kelj máson. Várjál. Jól vagy? Jó vagyok. Mi van? Te mi van veled? Ez a pálinka. Mit? Pálinka. Azt mondja, egyből már sofőr. De igen, erre vigyázni kell, ha iszol, akkor kirepülsz. Hát ennyi volt neki, befucsoltak. Hát ott nem szabad, mert akkor így nőzgetek, nem bele nekem tókolat. Így van. Az kemény, ott akkor hogy tűnik, ha mézes lenne? Tudja, biztos úr, tudja mikor jó az a nyúl. Ah, váltsa már. Mikor porha nyúl. Ez meg ez egy köcsök. Mit mondod? Tudod, mikor jó az agyós, ha porhagyós?
Hallom, indián. Amúgy ez is egy köcsök zsaru amúgy. Ez nagyon megszívott a fútkor. Ennyi, nem látja senki. Hallod, indián? Köszönöm szépen! Igazán, hogy elsősít nálad a meleg indián point. A meleg szemnek fognak hívni. Na fejedben, mert gyomron váglak. Hát, melyik szerver? Itáká! Na jó, hatalán. Én amúgy elszívok a cégét a kocsiba. Vigyázz! Jaj, a mentős! Hát a mentős, sem vigyázz, mikor basz! Aoi, aoi, annál tovább, havatakai nápa, potoraná ito ite! Jó van, Naruto, hagyd abba. Ez most nem indián, én úgy hallom. Nem, ez kínai volt, testvérem. Igen? Az japán. Aha. Nagyon jó. Nagyon nagy. De figyelj már, bankkártyát van? Van. Elméletileg? Na, az ő gyöngy. Róma gyöngy. Mi csinálsz? Ide félreálltam. Hát te hülye vagy? Már elhagytuk az... Úristen ember, mit csinálsz? Te vezetni nem? Hát sose tudtam, more. Mit csinálsz? Hát hova kell menni? Ide jobbra, basztus. De ne a piros, állj meg. Mi? Állj meg! Itt jó? Állj meg! Itt jó? Itt jó? Biztos jó! Biztos jó! Állj már le! Mit csinálsz? Hogy állsz? Meg előbb jó volt! Hát megijedtem, mora, azt lepodlóztam! Hát ne stresszhetessé! Ide megállok, itt megértünk. Itt állok azért. Jó de vagy, Pálinka! De amúgy figyelj már, igen, na? Akartam mondni. Piász, szívsz. Azért meg kéne állni egy kicsit, miatt kimegy hatás, jó? Á, én nem hittem még semmit. Mennyi lesz itt? 10. Mennyi? 17! Sziasztok! Sikert, hát ez nem jó. Rendőrszégnél is jó, figyelj már. De tesi a pin. Hogy ő teljesen jó. Nem vagyunk feltűnés. Jó, menjünk oda, megvesszük, gyerünk. Hagy vezessek? Kipróbálod? Abja! Szállj ki! Ah! Mi van? Ah! Ez mi a faszom? Azt a kurva! Ah! Bazd meg! Figyú, izé, várjatok már egy picit, mindjárt jövök egy pillanat. Nem. Ah! Figyelj már, jó vagytok? Vagy mi van? Megborultunk. Hol van a kolléga? Nem tudom. Az baj. Értek, álljatok már ide magam. Hol van a főfutott? Csinálni? Mondja, testvérem. Izé, menjetek már arrébb egy sarokkal, Jopsi, és egy kicsit, ezt meg kell oldanom dolog. Ja, értem, arrébb megyünk egy sarokkal, jó? Igen, köszi. Maga rendben, hello. Szereti a büntetéseket osztani. Menjünk arrébb, azt mondta egy kicsit a testvérem, mert megoldja máshogy. Kiszállsz a kocsimból, Dorszan? Mert nem rakod a büdös picsár oda? Nem magyarázzá! Nem féltek, ötem vagyunk. Mészel innen! Lőjbe! Nézd meg! Szia! Én vagyok a sofőr! Tudod, hol vagy te sofőr? A faszom alatt! Ezt megkeseríritek? Ne magyarázzál, te csöves! Állahom, nem mondom, ezt megkeseríritek, ha nem... Nem kell itt a magyarázás! Nem baszakodjatok az adapcikányba! Szálljatok ki ott a táskában! Ez a cigány bagás, szóval... Gyere ide, te! Hát tudjad, bányos a kabátot, te kurva! Hűmálj le, te beréd! Nem mész innen! Pak! Pusztulj innen! Megütöd a saját barátod! Hölj, te mockosz! De magyarázzál, te minden. Rossz! Menjél vissza a kocsidba! Nem vagy mától a barátom! Mindjárt indulunk, csak hívtam egy segítséget. Segítség, igen. Mindjárt megoldják a probléma neked. More! Basszus a kocsim. Ez... Basszus. Ezt roncsba verték, tesi, ez sokba fog kerülni.
Igen, ez majd megszereli, ismerős. Meg is érdemlitek. Bassz. Így, az kigyúl. Várcsak, ne tudnám megfordítani neki. Ne, magyarázzál meg itt kell a pofon. Nem bírsz meg itt magaddal. Még egyszer megütsz, kihúzod a gyufát. Robban. Akkor végzek veled, mikor nem számít. Azt tudom, hogy te hátulról jövős vagy. Jó, megintézte. Veszek a táskámból egy motyimért. Ó, hét, állítsd le magad, mert fejbe nekem mindig való kell. Miért együtt verekedtek? Miért együtt verekedtek? Mindig együtt verekszünk. Hát nem kell együtt másokat tenni. Kórházba akar rakni engem, mert nekem szebb a kocsi, mint az övé. Na rohadjál meg. Köszönjük szépen. Hello, hello. Gyere a testvére, maradjunk! Tudsz adni valót, he? Hát, nem igazán. De, van még egy nálam. De most már ez így karcsú lesz, ha mindenki kér, érted? Hát most na, hogy hát nem az a baj, hogy adni kell. Csak hogy venni kell, akkor gyertek, azt is intézzük. De várj, jó, beszállok. Mennyit mondtál arra a bank, izére? Házra? 3000, jól emlékszem 3000 valamennyi. De az egész ára, teljes ár. Hát igen. Jó. Na, de figyelj, megnézzük. Figyelj már, hallasz? Le, kettő embernek akkor megveszem, jó? Lesz az egy, ugye a tesókám. Ott hagytuk a formát. Nekem mindegy, csak gyertek. Ott hagytuk a formát. Ott hagytuk a formát a picsába, tessék. Oda találnak? Majd arab az össze fog vágni egy videót. Basszus, nem mindegy. Hát mi a helyzet veled, testvérem? Semmi. Igazából semmi. Hát látod, semmi. Melózgatok, pizdiszelgetek. Tudod, ugyanaz, mint ti. Srácok, itt van 9 óra. Meg dolgoztam kicsit gymnek is, meg ilyennek. Ezt ennyi. És mindjárt mondok, nem hogy... Nem több, ugyanaz. Most perpett 80-an meg, hát ja. Na, én sem vagyok úgy tele azért, de... Tudok segíteni, az a lényeg. Semmi azért legyen. Kérdeztem, hogy kell-e segítség? Megpróbálunk elsőleg saját lábunkon megoldogatni a helyzetet, testvérem. Nem megy rosszul. Ezzel bosszassal mi van? Nem tudom. Figyelj már, testvérem! Na, mondjad. Tehát, ha valakit itt én el akarok izébe kaposgatni, érte csibészbe, azt merre tehetem? Mert bárhol. Csak ne öld meg. Az kicsit neccesebb téma, tudod? Itt nem ölnek annyit az emberek, de bárhol elvihetted őket, érted? Ja, innen is akár kockapark elő megfogtatom. Persze, ezt a köcsöget is elviheted. Vagy azt ott bent, ott, vagy itt bármelyiket. Ez milyen fasz? Na, szóval bárhol... Nagyon örülök ennek. Csak ezt úgy csinált, hogy ezt látják emberek, lefotózzák, felteszik Instára, Twitterre, meg ilyen helyekre. Úgyhogy jobb, ha ezt te publikusan ne hordjatok maszkot. De szálljatok ki és hozok pénzt. De várja, meg is nézem, igazatok van. És akkor számolok. Mennyi? 5000-es tévedtem. 5000. 5000. 5000. 260. 5260. 6. 2. 5650. 5625. Igen. Most te hát 5 számot mondtatok már. 5625, testvérem. Jó. Erről a erről az admin elvételes, miért hagytuk ott a formát dologról? Mennyi? 5625. 5000? Jó napot, uram, nagyon jó. Vágtálóan, de áldási múropráindó illó. Uram, mennyibe került? Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, biztos úr, nagy tisztelettel legyen áldás békessége. Figyeljenek már ide nagy tisztelettel! Ilyen indián izé nem érdekli önöket? Kütyű-bütyű meg minden? Hát tudja, ilyen nyaklánc, tudja, ilyen furulya síp, meg mindenfajta ilyen fityampatom. Tudja milyen, mint a bucsukba! Ne csinálja már tére, amit nagy bevándorlók lettünk! Gyere már, hol én nagyon-nagyon hangos lenni, gyere arra! Rendben, testvérem! Viszontlátásra, bocsánat, elnézést! Keci, már kötökszel a rendőrökkel! Rövid forrászok, ide fogjuk! Én megkérdeztem, hogy kell nekik indián kütyű. De nem kell, köszönöm. Na, YouTube-on fent van a teljes. Is hát nem hallottuk az úr érdekében. Én megtaláltam, persze. Jö, de jó az a kocsi! Jö, de jó! Mi az? Audi? Nekem ilyen kell. Égikusú, nem is tudom milyen autót. Csű, öcsém, de gizdaljak meg, more! Csű, de vagány! Patta meg! Na, no, nézd ki, halljak meg! Mi is oda? De körözött személy? Biztos urak!
Igen? Elnézést, kiné tudok feljelentést tenni? Bent a kapitányságon. Bent a kapitányságon? Pontosan. Kivel akar? Azt elmondanám maguknak, hogy van egy ilyen Mercedes, egy ilyen kék színű Mercedes, előbb elütött a zebrán. Forgalmit meg majd megcsináltatja. Ah, nézze meg, lesántultam. Elnézést, biztos úr. Tudnál nekem ebbe segíteni majd? Kovács, Kevin. Majd be kell mennem feljelentést tenni. Vissza is adom, parancsoljon. Ez is igazolvány volt, most egy vezetői engedélyt szeretnék látni. Hú, de... Ad az, aha, aha. Az igen. Hát ez nem jó nekünk. Ez a csapatunk vele. Hű, milyen ez a gépjármű? Audi, Audi! Köszönöm szépen, uram. Legközelebb annyit, de szeretném meg. Mi helyzetes féreim? Kis óvatosan. Minden fasza. Gyerekek, ez Audi. Nekem ilyen meg lesz. Ez van, tessi, most nem tudok ezzel mit kezdeni. Mi lépünk, megyünk. Tehát mi sokszor próbáltuk, ezután el is lett mondva a Cyberiknek, hogy valami nincs jó, próbáljunk, utána ránk is lett mondva, hogy mi nem szóltunk, meg hasonló, meg mindenfajta rendszerelések voltak itt. Vannak jó. Aztán... BNB is? Minden van. De nem báhajíztok, baszt. De hogy is, nem. Nem mi. Na jó van, figyelj. Nekem mindegy, hogy ki. Döntsétek el, jó barátok vagytok, szerintem letehetitek egymásnál. A tesóm tuti kap egy lakást és még egy ember, oké? Szóval ezt döntsétek el egymás között, nekem 8. Hogy mit kell eldönteni? Hogy ki legyen a másik. Azt, hogy most 2 lakásra valót adok, mert azért ez így is 11 ezer fölötti euróba, tehát ezért ez fincsi összeg, érted? Érted, de sikeszedjük. De figyelj már, mekkora szekrény van bent? Nagy, nagyon nagy, bármekkora, amennyit... Csak minek 2? Akkor elég egy. Azt én meg mindenkinek tudok adni kulcsot. Hát... Inkább azt a másik pénzt oszt el közöttünk. Nem tudsz adni kulcsot másnak, nem érted? Ja. Szép volt. Hát de hogyha van valami, felcengetek neki, beenged, aztán bedokorod. Nekem is adol egy csepp lóvét. Vagy csak egyet veszünk. Elég egy. Úgyis együtt mozgunk. Hát de az a baj, hogyha ő nincs, akkor ugye mi nem tudunk kompakolni. Ezt mondom, hogyha két legfontosabb embernek kéne. Szóval gyere már arra része, meg ne állj úgy, mint egy cölöp indiai, bazd meg. Gyere már ide. Vagy én. Igen. Vagy pedig itt a Zara. Szerintem... Testvérem. Negyél te! De nehogy véletlen ingatlant vegyél. Már meg már be is húgyozok. Micsoda? Nehogy te vedd meg. Mert? Hát testvérem, hát te kiszámíthatatlan vagy, mint a fehér holló. Már megvettem. Na jó van. Nekem, mert én... Már megvetted, de figyeld meg, cengetni fogok. Nem fogsz beengedni, rád rúgom a szajtót. De hogy nem foglak beengedni, nem magyarázd el. Jó, csak itt tényleg itt nincs, hogy máshoz kúcsot érted, bátya, szóval. Értem. Ennyiből Raki. Nem baj, ez kapucsengős tesszett, rojánál. Lehet egy kérdésem? Hogy ne lehetne? Persze. Az urak szoktak füvezni? Vagy drogozni. Maga normális. Én szoktam, igen. Úgy nézek ki, hát mint aki már... összerekerél. Mi az a bankszámla kivonal? Hívjam ide a rendőröket, hogy meg itt most nincs kínált a... nekünk. Mi az a bankszámla kivonal? Ki? Van bankkártya? Nincsen. Hú, várjál már, testvérem. Nekem nincsen. Nekem is bankszámla kivonat kő. Hallottok? Köszönöm szépen a követést. Hallottok, testvéreim? Haló? Haló? Lehet hallani, testvéreim? Aló.
Magtaló! Haló! Na, na itt most már fasza. Na most fasza vagy te. Ne üvöltsünk, most álljunk le. Na. Megvetted a lakást vagy sem? Dehogy vettem. De miért nem? Akkor mert most miért kell utam? Nekem is kivonat. De mi a geci, nem szóltál ember? De én szóltam, csak valami baj volt a hangszálam ma utána. Ó, mazza, gyertek. Mondom, kecskédek áposlát bízom. Na jó van. Szívd meg a tojásom. Szívd meg, te testvérem, a tojásom. Lásd be neked kupakost. Nem magyarázd el. Mennyi szép... 750 meg 750, vagy mennyi az, várja? 1050. Várja, nem tudom, mennyibe kerül a kivonat. Nem tudom. Spatula! Ő a világ! 750. Nem. Spatula! Mit mondjak róla? Ő a matula. A 750... Forma 4-en játszik, bátya! Ez kell? Tovább menve, mehet majd a picsába. Csak kiváltása 1003. Jaj, mennyi! Nekem csak kivonat kell. Ha nekem is annyi az kéne, de... Előbb megveszem én a kivonatot. De ember, akkor nincs pénzed lakása, ne költsed. Ne költsé, ne költsé, te se. Most ki megveszed? Hát de van a számlámon. Van annyi 750-ed? Ah. Persze, hát adtál. És lesz kajára pénzed? Hát majd kukázom. Hát de amúgy a bankkártya is fontos. De hogyha ne... De nála kell van, akkor csak kivonat kell. Neked van, nekem úgy. Micsoda? Megvan ja. A kivonat is. Megyek a kivonatot, megveszem. De hogy vagyok már, tesi? Elvették úgy, hogy füstöltem. Hát hát te itt állná, a bankkártya lenná, itt a ité. Jó, akkor neked... És a srácoknak van kártyája? Szerintem nincs. Nekik nem is kell. Mindegy, azt majd elintézik, szerintem. Jó van, tesi, így is sokat segítettél nekem, szép testvérem. Ja, de várjál, most úgy van, hogy kell lenni a kivonatnak, és ezzel egyből meg tudsz venni egy lakást. Hát reméljük, nem kell megkapni. Nagyon remélem. Érdekes. Nekem volt már lakás. Nekem volt lakásom már, és ezért nem kellett volna nekem ilyen partner. De kösz! Szívesen. Nézd meg a YouTube csatornámon, hogy miért lett elvéve az Admiral, és onnan látni fogsz mindent. Amúgy testvéreim, én mindig itt leszek nektek, ha fő, ha nem. Na persze, hogy leszem? Nem mondjál már jövőséget. Hát, amiről én azt mondom neked, hogy hétfő reggel én nekem is kaszunk a szabadat. Na, hogy nyitott ki? Vagy pedig délbe azt mondom, na, hogy nyitott ki? Na, mondjuk ebbe igazatok van, hogy a darab kéne hozzá. Szerintem. Igen. Majd összeszedjük neked a lóvét. Lesz neked is. Jó van. És az a lényeg, menjünk gyűjtögetni valamit, üzletelni, kukázni, buznyákolni. Semmi nincs vele. Ahogy ebben igazuk van. Na most próbáld meg megvenni, csak nincs hely, bazd meg. Beállapod. Nem lát, eltűntek a kocsik. Mi? Nem. Itt vannak. Ja, bocsánat, itt van, mert tényleg. Hallod? Nem vagy itt számát, jó ég áldjon meg. Gyere már velem. Egy telefonszámot cseréljük. Intézed addig, már is jobb. Igen. Van 750 nálad? Hogy lenne? Akkor. Mi a baj? Te veszed meg a lakást, meg Popeye. De minek kettő? Mi, egy elég a Popeye? Hát hogy ne lenne? Akkor nem, nem biztos az. De ezt mondom, már, nem biztos. Együtt mozgunk mindig. Mind egymás nélkül nem megyünk szemelre. Most, hogyha van valami olyan dolgom, amit tudod be akarok rakni, felcengetek neki, beenged, azt bedobom. Érteni? Feleslegesen ennyi pénzt nem költeni ránk. A gyere, visszaadom, testvérem. Én azt mondom, nem kell, elég egy. Hát jó, ti tudjátok, én csak segítek. Hát én érteni, de most... Na. Gyere már félre. Jó, rendben, rendben. Én is imádlak. Kérdezve meg először, hogy meg tudta elvenni, mert... Na, megvan, testvéreim, megvan. Megvan? Jó. Megkaptad, testvérem. Ugye már volt itt egy ember, azt mondta... Na, imádás köztre a segítségét.
Igen. Nincs mit, hogy nincs mit elmegyünk neki, szedni kell marihuánát, meg megültetni, igen, meg leszedni ilyesmi. Ja. És 10 euró per darabot ad nekünk érte. Hát az nagyon csicska pénz. De azt mondta, hogy gyorsan megvan. Lehet, hogy gyorsan, rizikós. De rizikós? Hát nem. Árba jót mondott az úr? Micsoda? Árba jót mondott az úr, nem tudod, benne vagy ilyenekben? Hát de most darab cigat... Rajtad van. Gramja per 10 euró. Marad, hol nyomassuk gramot? Ezt igazából nem tudom. Neked kéne eldönteni, hogy egy munka, amit most elvégzem, mennyi időbe telik, és az szerint számolod. Figyelj, elvisz minket. Elvisz minket, megmutatja, hát, ha nem tejjel, akkor... De lehet, hogy ez egy jó tejjel, osztán. Tejjel, nem basznak át ilyenne. Mert akkor te dobod fel őt a zsaruknál, az meg rosszabb. Most figyelj már, most inkább menjünk bele ilyen jó kis biznákokba, na iszébe, hát ha jó iszé, mint hogy túlom ezt a szart. Amúgy hát én túlom ezt a szart, én nem mondom az őszintén, figyelj csak a hídejövök ez a szart. Jó, mondjuk ebbe én is belenézek, nem azért mondom. Okay, én is belenézek. Na menjél el, az az én zemlék! Mindenki te magyarázz, tedd meg a zsíros kenyeremet, rohantjál meg! Takarodjál a rizsos kenyeremet, kitöneznek! Ezért a kardos kútiak megbaszták a szádat! Nehéz meg eltöri a kifrimet! Mindenki kukázik. Na, itt volt egy mobil, ezt nem is láttátok. Nem láttam. Gyűjtsed a telefon, szervet vettem magamhoz. Itt a, hallod? Papa jó. Na. Itt az úr. Bassz, én nem érek kevesetleg. Mennyi? Hát mennyit adsz érte? Figyelj, adok. Mosolyogjatok, testvéreim! Várjál, pák. Gyuzi, hol vagy? Szín, nem? Feszítek! De nem látszol rendesen. Picóra! Picóra, befeszítettem. De ne, hopp. Ki van szakadt, bassz. Bár én is trinyóra feszítek, nézd, de hát... Érdekes, mindjárt jövök. Menj, mi? Faszened van? Faszened van, simán szened van? Simán szenem van. Szened van. Vasom, mennyi darab van? Hát abból nincs sok, de vasból van ilyen. Hallod, mennyibe csinálj ki? 100 plusz, plusz meg mennyi van még magának? 200, meg 300 szénből 11 darab van. 11 darab van. Igen. Figyeljen, vasé. 200 elmélet és 500 gyakorlat. Vasat csak 10 euróért tudjuk átvenni darabját, ugye, mert mi tőlünk 20 év veszik át. Igen. A szenet ez ki ez a jó madár itt kékben? Mert mi tőlünk, mert 80 év veszik át darabját. Ez ki ez akkor ki ez a súlytalan papagáj? Az a legnagyobb problémám. Üzletet hozott. Ja, akkor jó. Az a legnagyobb problémám, hogy van egy nagyobb tétem, amit ugye beszeretnék fektetni, aztán, ja. Hát uram, akkor keresen olyat, vagy maximum oda viszik, maximum elveszik magát. Figyelj, holnap, elveti. De nem ingyen elveszik, mert már nem egyszer vittem neki. Figyelj, de holnapig, hogyha nem jelentkezik a csávó, mert ugye nem tudom, hogy mi van velem, mert figyelj, városban... Figyelj, mi ennyibe tudjuk átvenni, mi is mondom. Rajtad ugye, van a rangok ki. Most azt mondták, hogy nagyon lejjebb ment az áruk, ennyit tudjuk megvenni most mindenki. Ja, persze. De most én 20 eurót, ja. Én csak 20 eurót teszek rá, én csak annyi a nyereségem, mindegyiken csak 20 euró. Az nem valami sok. Ja. Még így is egy kicsivel leszek pluszban, nem olyan sokkal. Gyere csak. Hát de várjál csak, Leo. Mondja a sújtjunk. Popeye, hát hogyha most... Milyen Leo? Ne, vagy bocsánat, Saki vagyok. Na. Gyere, tessék. Mondjad. De mondjad, félrehívtál. Ja, izét hívtam. Buzin rántott. Hogy hívják sárga kabátba, elfelejtettem. Giuseppino. Giuseppino, vagy hogy hívnak? Na. Figyelj már, mit mondott a cávó? Felhív, kell hívni? Ha mondta, hogy hívjuk fel, és akkor elmesélő, hogy mit, hogy merre. Ki kellene próbálni, lehet jobb, mint kukázni. Viszont nagyon fura volt a faszili. Fura volt? Uh-huh. Nekem a legfurább az volt, hogy az előbb rendőrségi ügye volt. Nem-e valami ránk akar valamit kenni? Vagy nem esetleg kopó. Figyelj, lehet, hogy kopó. Ő visz minket el arra a helyre, ahol ezt tudjuk szerezni. Most ez zaró elvinne oda, és nem készülni. Na figyelj, jó. Na legyen, utolsó ajánlatom itt a kezem, nem disznólát. 75-öt adok érte, a széné darabját, a vasi ugyanúgy 15-öt. 75. Akkor össze kell dobjuk itt fiúk a pénzt, akkor buznyákoljuk meg. Na. Na, 75-et adok érte darabjáért. Addig lekukázom ezeket, testvéreim. Gyere, mert az elején egy picit ilyen lassú vízpartot most stílbe fog menni sajnos. Nem fog tudni ezzel mit kezdeni. Sajnos ez ilyen lesz ez a része.
Hát persze, csak Steam szempontjából addig ez. Beütess ide be középre. Figyelj csak! Maradj hát itt, elviszem. Ne ütess már be semmit sehova. Elviszlek a kocsidért, itt várj meg. Oké. Okay. Jó? Rendben, tesi. Szia, ürülj. De hova tűntél, testvérem? De igazoltatnak. Ja, akkor bocs. Nem, még álló helyzetben állok, uram. Akkor bocs, testvérem, csók. Jó, várjunk. Mik ezt a csöves számot? Már minden van. Törött üveg. Megnézzük majd azokat is. Nem, tesi, senkinek se segítettünk sose. Nagyon egyértelmű. Jövök, testvér, jövök! Hello, hello, szia! Hello, hello, szia, szia! Tudunk találkozni akkor? Hol? Hol talizzunk? Tengerpart? Őket most meg fogják állítani, figyelj! Jó. Ez vége. Kész, vége. Rendben, oké, okay, hello. Gyönyörű, szép. Ez mit csinált, geci? Ne menj oda! Ez várjam. Mi folyik a városba, de jó Isten! Magának... Miért szállsz ki? Miért szállsz ki? Azt mondja, a tengerparton kell találkozzunk vele. Úgy felrárunk. Na, állj fel! Csak a kerekét rakom fel. Úgy se? Úgy jó. Pirosan állj meg a pirosnál. Jó, így itt. Jó, én meg addig kikukázom azt, mert nagyon tetszik. De is, én is arra megyek. Meg fogod találni, és nagyon láthatóan van elhelyezve. Meg kell találnod. Meg fogod találni, tesi, ne aggódj ezek a csatba. Nem egy könnyű, de meg lehet találni. Figyelj, nekünk sikerült, tesi. Akkor nektek is fog. Csótik az alumínium konter! Addig szétkukázom ezt a retket! A GMR-nél úgy van, hogy megkapjad a whitelistet, hogy elolvas a szerver szavazatot, és bele van ragaszt, bele van csendve egy jelszó, amit be kell írnod. Hallott, tesi? Tesi? Itt tele van? Na, látod? Na. Spangli találtam. Mit? Spangli. Azt nálam, én is találtam. De mennünk kéne akkor ez a csávóhoz, nem? Ja, törött üveg, meg műanyag, minden van, testvérem. Konzer. Az meg, vágod, rám jöttek a faszapók, megközik a verbán. Hallod? Figyú? Mondjad. Francit is lekapcsolta. Van egy tag, aki... szeretne füvet, hogy termesszünk. Hát mondtam neki. Igen, elmondtátok. Az a baj, hogy ti tudjátok időt és a pénzt eldönteni, hogy nektek megfelelne. Mennyi idő alatt ez a jó benne, hogy ezt ti tudjátok magatoknak. Uh-huh. És te mit mondasz rá, és ha mennyire jó az attól függ, hogy hány
hogy is mondjam, hány helyen kell megfordulni? Basz meg, lehet a másik kocsira is rámennek. Na érted, szóval ezt akartam mondani, bacsodott hittanak. Csak jönnek a köcsökök, érted? Hatan, hatan állítottak meg. Egy szembe, bazeg négyes autóval, kecérniket, oltal. Rossz volt. Ja, hát nem valami jó. Magyar menjünk. Győr. Menjünk. Én azt gondolom, hogy akkor nézzük meg azt a izét. Hát szerintem is. Döntsétek el, de menjetek, próbáljátok ki, nem veszítetek vele, és jó ismerettség, érted? Jó, rendben, tesi. Na, nekem mennem kell. Rendben, imádás, köszönöm szépen mindent. Aztán állj kell meg. Lakás szólsz. Állj meg, gyere ide. Kell lakás szólsz, úgy is, tudod. Én adok, csád is. Kereslek, tesi. Nem szeretnek, tudod. Csád, mondom, köszönöm. Hát azért ez kicsit sok lesz, tesi. Remélem még találkozunk. Csókolnak. Csókolnak. Köszönöm, tesikém. Nem ölelnek meg, mert büdös vagyok. Menjünk, menjünk, köszönöm, mert várnak minket. Hát faszom rendőrs. Csúdanak zenek. Lezárja ezt a szart, na. Ne, nincs az összes egy kirincse, mert mi történik, ha cibálja a kirincsét? Teretnéd, 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 addig magyarázol, hogy a faszomban fogom kinyitni. Nem magyarázzál, fejezd be, fejezd be, fejezd be innen, fejezd be innen, te arab csutyarák, fejezd be. Igaz, hogy szépen? Oh! Te normális vagy, more! Hát, hogy rákjam ki a tádat! Telefonált is közben! Szálljál ki fele! Szálljál ki most már, te öröptene! Szálljon ki, uram! Szálljál ki fele, jó? Szálljál ki fele! Hívom is ide a rendőröket! Azt kell nyomkodni! Szálljon ki, jó? De már elnézést, uraim, nem kéne az út közepén bemutatni. Nem magyarázzál, jó? Még neked a fejem? Még neked a fejem? Nem hát igen, igen. Százzal a kanyarba? Így. A testvéreim itt jöttek nyugodtan. Mindent, mentőt, minden. Itt van. Itt is van. Meg se haragudjanak, uraim, vagy sétáljál nem. Oda a kocsi elé, jó testvérem. Majd a rendőrségre helyszínen. Nem bírtam. Hívjuk a rendőröket. Már hívtam is a rendőröket, ne stresszelj. Ez így bámat, te merepten egy temmel tovább. Itt testvérem, itt nagy bánó pénzek lesznek, ha nem viselked el. Csak mondom. Ne telefonáljál, jó? Jó, hogy már telefonáljátok. TV-szeket mindenkit. Mentőszt is ki kell hívni a helyszínre. Hívítsek. Akkor neki menő, majd én intézkedem. Üdvözlöm, üdvözlöm, udvarla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 l
Márkus? Jó, zárjam, zárjam magad, addig intézzétek. Üdvözlöm, üdvözlöm a biztos urakat nagy tisztelettel! Az ember telefonált és szegény kollégánkat annyira telibe vágták, hogy feküsztek a kalusra. Ó, Popeye úr, maga az! Jaj, segítség! Ha nem jutott messzire, jó úgy. A barátom itt állt a járda színén, ki akart kanyarodni, hogy mentünk volna tovább. Az úri ember innen jött. Erről az oldalról elég nagy sebességgel bekanyarodott, és közben telefonálás közben neki csapódott a barátomnak. Uh-huh. Hihetetlen. Márkus, ne zárd már le az egész jó Isten tökét is. Elég a két sávon. Az előbb elmondtam neked a két sávon. Lehet, hogy négyet értek. Ő lehet négyet, most ezen is probléma. A mentősöket még nem értesítette, várjanak. Akkor értesítsük őket? Én már értesítettem a mentőket. Elmondhatom az én szemszögöt, biztos úr félre tudna jönni. Nincs szemszög, uram, nincs szemszög. Félre tudna jönni, hát telefonáltál. Mindjárt intézzük, hogy Félix intézi. Na uram, mondja. Na, szóval behajtottam, és az úr itt átkelezve a kocsival, és sikerült neki mennem.
Hol állt keresztben? Nem állt keresztben az a gépjármű. És ahogy láthatjuk, a gépjármű, ha ott jött volna ki, akkor szerintem nem mentem volna neki. A gépjármű jelen pillanatban pont a mi autó mellett állt. Elnézést, nem, elmondom, mielőtt az a baj, hogy a rendőri intézkedés fogja akadályoztatni jelen pillanatban, hogy nem, ha nem pontos vallomást tesz. Ugye az a két gépjármű itt mögöttünk át, ahol, az, ahol a kereszt is megengedi, a két gépjárművől kikanyarodott mellénk, és ez a nagy autóval érkező úriember telefonálás közben hátulról telivágta, és oda kicsúszott abba a sávba, ahol ott látható. A két testvérem jelen pillanatban orvosi ellátásra szorulnak, és ez bármit, amit mond jelen pillanatban, ez is súlyos testi sértés, és mondjuk azt, hogy gondatlanság, hisz telefonozás közben vezetett, ami a Kressz meg úgyis érti. Megkérni a rendőröket tisztelettel, hogy akkor ennek megfelelően a BTK-nak megfelelő szankciókat és a jogszabályoknak megfelelően járjanak el, kérem. Itt vagyunk mi akár négyen is, és mind a négyen ezt támasztjuk el, hogy így történt. Az ő állítása, vallomása jelen pillanatban igazából csak hab a csúcsra, tehát mondjuk azt, hogy a kis málnát árak ma a tejszínap tetejére. Mi ugyanezt mondtuk el önök... Cseresznyét szoktak, vagy meggyed? A cseresznyét meg leharapod ezzel meg az a baj, tudod, ott meg fáj egy kicsit a vége. Akkor... De mivel telefonáltam, látja, hogy mi van a fülembe, uram? Na igen, láttam egy ilyen Bluetooth, azért nagy speakerek, meg ilyenek adnék. De igen, igen? De nem azzal a telefonált, ez a gond. Nem ezzel a telefonált, uram? Retolk ezzel a telefon, látja, itt van Bluetooth, meg is tudom nyomni, be is tudom állítani, hogy rossz, hogy a figyelmét elterülni. Lehet egy kérdésem? Itt az UHF-ben, a nagy kabában, ön véletlenül jogász, vagy ügyvéd, vagy csak eskülde? Nem, csak valami szinten volt hála Istennek közöve kicsit az... Jézus Istenem, jönnek már mentős? Alapod, ugye a kresszvizsgához ugye ennek megfelelően kell, ugye a kresszvizsgához... Nem értek. Nem baj. Jó, megpróbálom. Kocsiáért ki van, most vett és messze törte. Elnézést, biztos úr, mikor mehetek tovább, mert kéne dolgozni a tovább. Egy vezetői engedélyt először el szeretnék kérni mindenféleképpen magát. Emberi életekről van szó, ő meg dolgozni. Hülyezet arra, baszd meg! Ne együtt érzés, nincs az úr. Semmi együtt, semmi. Ez is nagyon jó lesz, mert ahogy Woodrow uram vissza is adom parancsolni, egy vezetői engedélyt adjon nekem most. Édes Istenem. Legyen szíves. Tessék már, hogy Woodrow vagy a körrendnek. Nagyon jó, látom, úgy látom. Érvényes vezetői engedély, parancsolni vissza is adom. Na akkor még egyszer szeretném hallani a maga oldalát. Hogy történt ez? Szóval itt kijöttem, kifordultam és... Merről fordult? Innen fordultam ki, amit látható. Igen. Nem is mentem olyan nagy sebességgel, az úr kint állt előttem keresztbe, és éppen sikerült elgázolnom. Aha, itt állt az úr akkor az út. Itt állt, pont itt állt. Itt. De azt nem mondja, hogy 150-nel kanyarodott be? Hát azért azzal a kis kék csoda szappantartóval nem ízve 150-nel tud kanyarodni, uram. Nem az uram, hanem hát. Itt ez a nagy autó. Ez a nagy... Nem feltétlen 150, de nem jó, persze, értem. Szóval nem lassan ment, és ráadásul telefonált is az úr. Már azt mondta, a fülénbe volt olyan izé, fülbigyó. Fülbigyó, persze, fülbigyó. Persze. Hát hogy hívják azt? Bluetooth-os headset, de én láttam, hogy nem az volt, hanem rendesen a telefon fogta az úr. Hát én súlycát ki, hogy a kezében ott van még a telefon, nem magyarázzunk már egymásnak fölöslegesen. Nem szerettem, hogyha valakiben nincs gerint. Mi a baj, Kalóz uram? Kalóz? Indián testvérem, Indián. Ja, bocsánat, Indián uram. Semmi gond, drága szép testvérem. Legyen áldott békesség, szent karácsonyod. Köszönöm szépen. Viszont kívánom. Nagy szépen köszönöm, kedves úr szavait. Na és akkor mi történt pontosan? Ahogy itt is elmondtam, hogy itt a, ugye itt állt mögöttünk az a kék kis Skoda, vagy minek, milyen autó. Igen. Ugye itt állt mögöttünk, kanyarodott ki, hogy indulna el mellettünk. Erre ugye párhuzamosan álltunk egymás mellett. Ugye azt tudjuk, hogy nem egy nagy lóerő és nagy teljesítményű gépjármű. Igen. Tudnál egy kicsit angolosan beszélni, uram? Most nagyon jó. Nagyon jó. Ugye nem nagy lóerővel rendelkező gépjármű. Uh-huh. Kikanyarodott a kis mi mercing mellé, és jött hátulhoz a drágalátos jó úr, és megsimogatta hátulról, mint ahogy mi a kalifát szokták megnyomni. És oda repült a drágalátos kis kocsi. Hát mi a kalifa már abba hagyta ezt a hát, ipart? Ha írtan ő ütött eszembe. Nem ismerem. Mondhattam volna bármit is, hogy Vókus megnyomta a kereket és beesett oda át. Értem.
A jogszabály, én úgy gondolom, hogy tényleg lesznek megfelelően kirakta az indexet, kikanyarodott szépen, hogy fölvenni az indulást, belenézett tükörben nem látott senkit. Nem merem megkockáztatni, még lehet, hogy piroson is történt ott az a hirtelen nagy sebességi kanyarodás. Azt sajnos nem volt időnk felmérni annak a helyzetét, csak annyit láttunk, hogy dur a kocsi, és dur. Sajnos. Igen? És most az úrnak az autójával mi lesz? Tényleg most vett egy 10 perc a szalomból. Akkor még új. Új? Hát azt mondták, hogy itt lefulladtak az út közepén, ugye? Az urak kirakták az elrakadás jelzőt, aztán hátba vágta őket itt a bányász autóval az úriember. Már is jön a szerelő, aztán megállapítja itt a jövétel. És ez egy új autó, uram. Persze, megállapítja már is a szerelő itt forgalomba. Közlekedésre alkalmas itt a gépjármű, a kék színű. Mert itt a másik úr azt szerette volna, hogy hívjunk egy szerelőt, mindenféleképpen megnézik a gépjárművet, hogy valóban vannak a műszaki problémái, stb. Köszönöm a követéseket. Nagyszerű. Megjöttem, csak megmentettem két ember életét. Ügyes fel. Jó, nagyon örülünk. Kívánom, hogy maga legyen a hónap rendőrje, emelem el. Köszönöm. Szép napot. Ezt maguk is hallották, ugye bennem? Kék járművet kellene átnézni azt a ladát, hogy... A ladát. Mi történt? Skoda, Lada, mindegy. Honnapot. Skoda egyszerűen. Skoda, új autó is. Nem jött még? Megjött a botvonat? Látott az úriember. Miért vagy az kutyában? Belevett az úriember oda. Nem, de kivágtam a térdénél. Így van. Jó van. Ember, be van dagadva a térded, ez nem jó. Baszki. Vadonatúj autód láttad, és már összakihibás. Erre beszélek. Mennyi kell forgalni? Hely a kocsikra kell forgalni, ezt tudjátok. Meg kell tudni mennyi. Na most olyan nagy balhé lesz ebből nincs forgalni. Én azt hazudtam, hogy a szerelők... Elvittek a szerelők. 1000 euró. Tudom, szerelők rá. Hát most rá vagyok szorulva a pénzre valami. Ezt mondták, nem? Még persze, egyértelmű. Hát hogy én meg hónap rendel, meg kapok előtt. Így van, ezt mondtuk. Így van, tisztelettel halljak meg. De viszont az úriembernek azért valami kártélit is fizetnie kéne. Meg lesz, persze. Intézem már, vagy... Hát de nem maguknak, nekünk intézzük a kártérítést. Itt intézze, tudja, ez az úriemberek kérdez a nagy tagad. Aki félmeztelenül ember. Én bevinném a börtönbe, gyorsajtási... Menjünk oda, mi folyik ott? Menjünk, hallgassuk meg. Hát, fájlába már. Baszki, szegény Popeye. Mindig így. Na, mindig beletörténik. Nagyobb bejegy. Szóval elképzelhető volt, hogy lefúlnak. Figyeljen már! Hát, valószínűleg igen. Lehet, hogy benzin helyett dízel van beletöltve. De hogy is benzin van beletöltve. Biztos? Így van, persze. Szerintem legalább kéne bele legalább egy 100-as benzin. Hát, 100-as az nagyon drága. Mai benzinárak mellett. Mai benzinárak mellett, nem megetetjük meg. Hát na viszont én szeretnék kérni egy 50 eurót. Igen. Abból kinézem, hogy lefogad, érti? Már is, uram. 50 eurót. Nem a Mercedes. Nem az enyém a gépjármű, de kifizetem. Az enyém a gépjármű. Neked számla számad? Igazából biztosítás van az autón, én úgy tudom. Biztosítás lesz, mondjam soká még. Biztosul az enyém a bányász autó. Így, az kicsit több lett, uram. A bányász autó, minket nem érdekel a magam. Hát akkor viszontlátás. Gyors kiszállásért, meg stb. Azt fogálnak, miközben van az egész ügyhöz? Itt álltunk. Most akkor mi legyen a helyzet? Én hívtam rendőrt, mentő. Így van, ők vették észre, ők voltak az állampolgári kötelezettségeinket teljesítettük. Itt az a lényeg, hogy egy kis kártérítést szeretnék kérni az úriembertől, mert nagyon elütött minket, és nézze, megsérült a térdem. Nagyon jó. Azért már 75 éves koromban. Van ügyvéd a városban, megoldják. Cseréljenek adatokat. Ügyvédet, nem tudom, hol az ügyvéd. Hát de uram, hát mit vár itt a rendőrségtől, hogy most igazságot fogunk tenni? Hát hívjanak hát egy ügyvédet. Hát így van, hát maguk kell. Legalább megbüntetnék. Hát ez nem büntetnék, uram, sajtálunk és védünk, nem igazságtétellel szolgálunk. Hát erre biztos urak legalább megbüntetnék, a gyorsajtási vagy valami. De nem voltak itt, nem látták, hogy mi nem, volt. Nem, az a baj, nem látták, így van. De nagyon hát igen, sajnálatos módon nem tudtuk bemérni a trafipaxal az urat, hogy mennyivel közlekedett ezáltal. De... Tudunk vele mit tenni, van érvényes jogosítványa az úrnak, max egy... A csidejós felvételek, az nem jók?
Nem jó semmi sajnos. Semmi nem jó. Kamera és kamerával vette föl? Dehogy el van dugva a kocsiba egy ilyen. Felesleges. Kamerát dugdosat, hagyjon már, felválasztom majd engem. Figyelj, mindjárt mutatok nekünk ennek valamit, mutatok ennek valamit. Na mutass. Hát tudom, az a helyzet, hogy maguknak itt akkor most nem, nem. Ha boldoggá teszem magukat, akkor fizetem én a kártérítésüket. Mennyibe tudok, mennyibe? Mennyibe? Megmondom az őszintén. Az autónak a javítása, stb. Dehogy olyan, ez egy kis izé volt. Jó, de nem számot tudom. Én 370 az én számra számom. Tehát hogyha a legközelebb ilyen kamerába beülnek és az egyik illető, aki meg az ajánlásról így videózza az egészet. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Fotózza, akkor az működőképes na, talán. Hát úgy van, akkor úgy van ott a kollégának, aki mellette. Kibékülnek itt a szituációval az urak? Nem kell ez a rész, hagyjuk. Én békülök, nekem mindegy. De én nem békülök, én csak mennék tovább biztos. Nagyon jó, hát akkor mindenki tovább hajt. Köszönöm szépen, köszönöm a gyors munkát. Kontaktnak írta? Kinek? Kontaktnak. Igen, vár minket a tengerparton. Hello, bello, hello. Akkor Zsatar Mangesz testvére. Tesó. Hallod? Mi a fasz van itt? Miért? Majd mindjárt mondom, mert ők szembesávban a rendőr, meleg. Na hát, úgy kell. Szembesáv, he? Most már nem. Most már nem. Dupla záróvonat. Izé. Kanyarodja. Ha egy ilyen balesetre kijönnek, mi lesz, hogyha kirabolunk egy bármit is? Nem tudom, tessére. Arra meg utána megy a piros lámpára? Figyelj már, hova gött. Megyünk amúgy, gyerekek? Tengerparti maszkbolt. Elvileg ott van ez a faszi, és elmeséli a történetet, hogy mit, hogyan kell, gyors pénz. Hogy is van ez a mondás? Kis kockázat, nagy haszon. Elvileg ebbe akar minket bevezetni. Nézzük meg, én azt mondom. Aztán, ha nem, oké, és akkor ott hagyjuk. Hát. Kérdés, hogy tengerparton már de? Maszkbolt, tesszük. Maszkot fel? Ebbe, de, nem, nem, én hittem a turának, fiú, én ezt... Nézd végig ezt a videót, benne van mindent, testvérem. Nyomját, tesó, mert lefolad ez a hullámvasút. Benne van minden. Jó, az a hullámvasútos Mercedes. Ha itt hátul kiszakad a futamű. Nem halljátok? Van valami a csomagtartóba? Mi lenne? Tesó, úgy kattog, mint az állat. Az a laprugó! El kell adni ezt a szar. Nem, hát mi le. Az, hogy szar neked még ilyen egy szint? Jó lehet jönni gyalog, majd veszek a testvéremnek egyet, jó, addig lehet magyarázó. Lehet jönni gyalog, igaz? Addig magyarázó, hogy testvéremnek veszek egyet. Miért nem vettél már? Már a hajón van. Nem most kell venni. Hajón van, te buzerátor. Úgy is olyat rátok kontrázok, beszéltek. Adjad már, mit akarsz ezzel a szutykossal? Az évben van rajta egy ilyen Mercedes, ilyen már vagány vagy? Hát sebesség nincs benne, te rossz köcsög. Nem itt kell itt magyarázni. Szemet ketté fogálni, kis barátom. Kis cucspule. Olyan verdám lesz. Hát te hányféle nemzetiségű nyelven beszélsz te? Mindenfajta. De rossz keverék. Mindenfajta. Cucspule. Mondom neked ezt, vagy ezt románul, hogy cucsipuli. Na hát nincs itt a faszi, akkor felhívjuk. Mondom neked akár izéül is, ukránul is, hogy mindjárt szembe kell. Szia, szia, itt vagyunk a Maszkboltnál. Most nem itt eszembe. Ne haragudj, pizdjet! Csak valaki karamboló, aztán elhúzódott. Itt vagyunk a srácokkal, megvárunk szívesen, hogy ide tudsz jönni, azt megköszönjük. Aztán lesz, ami lesz. Normál alatt van. Minek jöttünk ide? Én nem veszek fel maszkot. A rendőrök megbüntetnek. Elmondjam nektek, a rendőrök megbüntetnek érte. Nem is maszkot veszünk. Na, kell, mert ki van ficamodva a térdem. Én honnan van olyan ott, Hát, mentő, rendőr adta azt, hogy elkobozta valamilyen... Mindegyik öreg bácsit adj már nekem. Nem tisztelik meg a Mercedes-en. Nem adom, nekem nem neked, aki visszamodva a láb. Tű, ez a Mercedes. Tű, de csúnya. Jó, oké. Szeretnél te jött, te szántalóka.
Na. Ántaróka. Nem engedhetsz magad, Annyira. Mit végezz el fegyvert, helyezzel rám. Mit mondtál? Mit nem engedhetek meg magadnak? Na, hát ilyen kocsit. Ilyen mercit, ez korábba biztos? Kerülnöm. Biztos vagy benne? Meg mert sütni elvárnak útjaink. Szétvárlak? Még egy szíd vissza. Szíd vissza. Ne nekem emberkedjél. Szíd vissza. Éppen Beti a testvéremmel. Te menne sunyizzál, te meg itt tentem. Éppen Beti. Azt mondta rá, hogy de ő az én kurvám, jó? Ő az én kurvám. Nekem más az én kurvám. Te most te ebből neked ebben nem osztottunk lapot arab, ez a mi kés trici bajunk, jó? Ő az én kurvám. Én viszem ki a gubacsira, jó? Tudjad, mi lesz, szétváglak. Szájkora te az. Te meg dugulj már, te tű! Meg kell, hogy védjelek. Felhívtam, de te meg áramkoljon, köpködsz, ha nincs fogad előr, vagy mi van? Nincs, nincs. Ne eszik a kockod? Ha, 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 köcsök! Elmegy. Azt mondta, hogy el tudja küldeni a két helynek az egész izét, vagy beszélünk később. És mi lenne, hogyha megkeresznénk? Keresszük meg. Geci. Kit? A helyet. De miért tudsz nem kell akarok keresgetni. Nem tudjuk küldeni most is, de na, miért, most akarsz, miért akarsz olyanra időt fektetni, hogyha elmondják ingyen? Figyeljetek, most vagy rámegyünk bányászni, meg kell a lóvé, és kell az embereknek a biznyák, vagy pedig kukázunk, és kerenek az embereknek az árfésük, meg az ilyenek eladni. Buznyákolunk valami fegyveré, vagy valami helyeké, vagy valami. Köszönöm szépen, Benny, a követést, nagy tisztelettel, köszönöm szépen. Mi lenne, hogyha mennénk buszsofőrködni? Jó, értem. Akkor inkább a bányász beló, testvér. Inkább akkor kukázok, de sokám. A buszsofőrködés nem nekünk való. Hát ezeket nem tudjuk vezetni. Azért mondtam, mert... Köszönöm, hol? GMR-tesi, ott van jobb alul lent. GMR. Arra menne? Na, magyarázzál már, lekukáztam. 3 méter, terőre mész, 3-at hátra eszel. Be vagy rúgva? Be. Valamit kezdjél magaddal? Azt a... tiszta ketchup lett éppen. Menj arrébb. Nekem is van. Ó, ez itt törötőben, majdnem elvágtam a szújjam. De hogy lesz te forma? Addig matula ott az lesz. Be kell ugornom a tóba. Addig semmilyen formában. Be kell ugornom. Tehát ameddig matula, mint... Ezért az, mint ott lesz. Addig semmilyen formában nem. Még mindig kapom a botjáratot? Vagy mi a faszom? És szarokat találni benne, bazd meg. Műanyag, keci. Nagyon szépen köszönöm. Dick rádiót találtam benne, mole. Az jó. Állj meg, gyere ide. Mondjad. Tessék. Rádió. Egy időre nem lesz forma, jó időre biztos nem lesz forma, most mondom, hogy nem. Semmilyen formában nem lesz forma. Nagyon szépen köszönöm a követéseket, de miért húzom ez egy bot vonatnak a végét? Milyen üres, bazd meg, meg te mosakszok. Vizi! De mi az IC szó? Ne rásd elő! Csupasz pisztoly. Igen, a kettő. Forma. De nagy forma vagy, testvérem, ezzel az izével! Bottal rohadjak meg, halljak meg, de nagy forma! Zárt elő. Na, de jól megy egy eszeknek. Figyelj már! Ez a rádió működik? Ja. Működni ezt a rádió? Aha. Honnan van a rádió? Kukám.
Ranga Itana. Ott van a Isto Ise. Köszönöm szépen a követést, követést. Ó, hogy bazd meg. Srácok, meddig tart ez a hullámbasú? Felszíttem a spanglit. Egy darabig tartani fog, hidd el. Itt volt egy répa, nem? Megjött a segély, hát. Pucolatlan répa. Hát mondtam, hogy mindjárt jövök, addig mondja el, nem mondta? Nem mondta, nem. Hát majd akkor rájövünk magunktól. Ja, hát azt tudom. Listáljad, akinek kell, meg akartok színi? Hát, tudom. Mi legyen a további tervünk? Azt nem tudjuk, gyerekek. Nem tudok kukázni, mert én bányász vagyok. Az igen. Egyéni szósz politikai probléma, testvérem. Köszönöm. Nem elfeltűzi. Áááááget. Szíjjeles panglit rá. Na merre menjünk akkor most, gyerekek? Tovább. Tehát ki turna kukákat még, na vagy pedig menjünk. Na ez turna egész nap, he? Turnál csak turnál. Túrja, de ha van, basszom meg a tádot. Hát akkor mit csináljunk, buzi? Én valami olyan biznákot intézik, nem nincsenek kontaktjaid? Nincsenek kontaktjaid? Ó, vannak kontaktok, de azoknak cuccok kellenek, tesó. De milyen cuccok? Hát kellenek neki szén, alumét. Elméletileg ott kell lennie. Popeiket, Popei arab, az ki van bannolva. Őket egyelőre nem tudjuk visszaolni, és őszintén mire menjünk vissza. Miért a való életben is megjesz a kukázásból. Nem? Na haladjunk valamerre, kontaktoljunk. Menjünk. Hát srácok, őszinte vagyok. Rádiók a gát, van rádió. Mire jó rádió? Ezek ilyen light-os streamek lesznek itt sokáig. Rádió, fiúk. Már itt át kell raknom ezt, igen. Hallod, arab? Mondjad! Badd meg! Mondjad, mondjad! Badd meg! Basz meg te! Badd meg te! Ja, nem nyílik az a... Mi van, Budilada? Szirénázik saját szofőré, a tulajdonosáról beszirénázik. Ó, Gec, mit olvastam? Mit olvastál? A Naturalra. Mit olvastál? Nem mondom el. Így legyen itt a környéken keresztül kocsit? Nem tudom, hol kell keresni. Milyen, milyen kocsit? Van egy zárt töröm. Vigyünk el egy autót. Keressünk egyet. A katalizátor biztos jó alatta, elvesszük. Érted? Egy időre biztos, hogy nem. Egy időre én biztos, hogy kiesek formáról. Biztos, de szerintem arabék is. Figyelj, kirakta a botot a buszik. Pityú is, mindenki eljött. Nem tudom, erre lehetnek kocik, valahogy nem, úgy kellene valahogy feltörni. Miért dudál? Hogy ne legyen szem előtt, nem tudom. Hát azt én se, testvérem.
Meg egy zártörővel, tesó. Hát egy zártörővel, egy kocit meg tudsz. Jó, de hát... Mi van, ha eltöri? Igen. Hát akkor beletört, akkor baszhatjuk. Ha beletörik, baszhatjuk. Hát azért, mert ő költözött föl Magyarországra, fene azért nem volt. Fogyatékkal élő? Állj már meg neki, hogy mi a fasz akar. Meg dudálni tud, mint egy rossz súlytalan papagáj. Mondjad! Mi van, te buzika, meg nyomjátok már, mi van, ember? Hát nem maradsz te, verém! Na nyomd meg neki, te buzika. Na most figyeld, nem fogja bírni tartani a tempót, már itt fog izélni. Már nem adtok! Figyeld a szarjában. Most beszoktam. Aha, ezért nem volt fene. Én az ő tempóját tartottam. Jó. Na hol vagy, kicsit lemaradt? Jó, van már! Izé, de legyen vagy magától! Már színek oda lőttem, aztán sehol nincsen. Jó, ezt vegyük százzal, rohagyjuk ki a gyomra. Szegény sehol, merre lehet? Fékezd le neki. Bevárom itt az árnyékba. Milyen árnyékba? Na most ez merre ment? Na meg itt baleset, ott jött. Ott van. Na, akkor jó, jó az a kocsi. Jó, hogy hossz. Egész jó. Szerintem gyalogi szerint túlhattunk volna. Ha! Ne legyél ennyire magány. Tív, kialudtam. Ugye, Suhamer. Vagy Suhamer, vagy Humaser. Hogy hívni? Suma. Tudod, Sumaher. Mit tedd a buszit? Á, nem. Mi van, Sumaher? Mi van, te buzi? Menj mi? Lecsög még a penya benne? Lecsög még, várjál. Szúrjad neki! Na valamit kéne alkotnunk, testvéreim. Hát keresszük kocsit. Azt keresem. De milyen kocsit keresel? Az, amit feltörünk ki, szervisszük. Itt a gazdag negyedbe, tesó. Szerinted van olyan buta gazdag, aki kint hagyja az utcán? Akkor hol van? Biztos le a gettóba! Le a gettóba. Elment egyenesen a gettó képű. De az utas figyelne, azt nem van hátul. Visszapillancsóban néztem. Hát el. De volt utána nekünk a Cyberékkel egy beszélgetésünk külön. Hát elmondtunk nekik mindent, amit mi ahogy gondolunk, mi miért, mi, hogy csináltuk, de igazából irány a gettó. Muszáj ilyen hagyjátok. És igazából nem jutottunk egyről a kettőre a probléma megoldásával kapcsolatban. Hátul tesó, mint egy vasúton ülni. Így csinál. Ne idegesíts már. Komolyan, egy szent fazék. Hát lehet, hogy ott van az evőkészítő muternek. Nem vettem még ki. Lehet, nem vettem még ki a porcelán edényeket. A protkó nincs ott! Protkó nincsen, a porcelán edények ott maradtak, az IKEA-ba vettem neki. Itáka! Nem tettek össze, drágák. Otalaná, ito, ite, oteroná, ova. Aoi, aoi, an la tsura. Kagebe shijutsu! Pua! Veszem, mi van? Aha, jött egy üzenet. Figyelj, Rasengan! Most mondja, hova menjünk. Akkor menjünk oda. Menjünk hova? Oda, akkor utána megcsináljuk a pisztjának. De hova menjünk? De hát hova kérdez menjünk? Kérdezd meg, hogy hova? Ha ő kérdez, hogy hova megyünk. Naruto tesó. Várj, ez az Anubius te. Ó, geci. Írom meg a gettó. Ahmed. Azt rohagyok meg, megmutatom azt a képet, jó? Jajjaj. Ez az autókereskedés, a munkás, szalag. Az munkás koci volt az egyik. Azt mondja, ott meg fognak késelni minket. Csak nem. Dudál már, rájön. Akben erre... Hát, hova akartok menni? Ide, bemegyünk a gettóba, hátsa van. Nehogy ide gyeretek, azt mondták, hogy megölnek itt minket. Nem voltam itt. De megölnek minket, ott volt a bohóhér, hallotta? Én nem hallottam ilyet. Na, az a húgya, hát azt mondták. Lila faszi, nem menjünk a gettó környékére, mert megölhetnek minket. Nem, semmi a formában. Megölöm én őket. Ha mivel ölöd meg, tesó, fegyverük van, minden. Kiszúrom a szemüket, de konzervra hozzá. Nézzünk be! Óvatosan kell. Rajta van már a ketteszen a kezem, hogy váltani kell. Tesszínhabra a kölcset, ne homokvihar, vagy mi a faszomat. Rajtad múlunk arab, akkor itt meghalunk. Úgy, mint tegnap. A motorodon mondtam, hogy hajts el, nem hajtottál. Megálltál.
Ott van autó, ott van autó. Rendőrök vannak. Itt álljunk már meg itt a kaját venni. Bent vannak az autók, de só. Bent voltak kocsik. Kettő jeep. El tudod, de nem kéne bemenni. Itt hagyd menjek már be kaját venni. Megyek, várjál már, csak ott vannak az ennek. Ott van hátul a parkoló, hát megbüntetnek. Jó, de komoly baj, már addig még büntetgetési. Hát figyelj, én nem üzélem, hát itt megbüntetnek, kész végem. Kalapkabát, lefütt. Úgyhogy beállunk. Sok driftes kocsi. Alapjáraton Matura cukrászként dolgozik. Azon nekem is kajcit. Adok pénzt. Hát gyere be, more. Menjünk be. Menjünk, zárd le. Nem tudom, minek vagyunk itt. Micsoda? Nem értelek. Hello! Áldott békesség, szép napot csupi kívánok! Abba is már a csípős, persze. Jó, oké. Csípős. Geci, te Vinátó vagy? Ja, problémád van vele, testvérem? Nem, kérdezem csak. Ja. Kis izé, kis sütyumutyú, meg ilyen kis izé. Ajzószeres megnövesztő. Indiai módra. Izének, kínainak adjál, vagy adjál egy kis vilgát. Ó, testvére, vannak izé kéne, more bazd meg, adjad annak posszabító műtét. Van viagrád? Hát, az most repjárban készleten nincs, de tudok szerezni bármit, testvére. Kellemetlen, mert belekevertem volna a turmixába, hogy rohadjon meg. Kérdezzük meg menni, gyere. Meghívsz egyre. De hogy nem, azt tudjuk most csak. Nem eszek. Így ismerkedünk. Majd, de én engem meghívhattam volna. Csok. Dika mellszőröd ki van, hogy rohadjál meg. Kapja ajándékba, szóld el a pénzt. Én fizettem, biztos úr hát. Kicsoda? Ne sértsen már meg. Persze. Már készül a nyávogó macskahúsa. Durva már, de... Macskahús ember. Na jó, én akkor szépen, itt nem ebédelek. Gyerünk, nem cigányoknak való. Gyertek, terülünk innen. Na jó, halljak meg az indiai gyomromat, én bevenni. Ezt vágod egyébként elijesztő vendégedet a küszöbb majom, miért nem küldöd vissza a fára? Hát, tesó, nekem pénz kell. Azért, mert kivágtátok az ember. Tik, jól hallottam a küszöbb majmot, testvérem. Ki mondtátok, hogy küszöbb majmot? Melyik mondta a küszöbb majmot? A küszöbb nem voltam. És még kell azt is a szavakkal illetni, miket? Problémád van a bőröm színével? Nem hallottad, mit mondott? Ki mondta, hogy küszöbb majom? Nem voltam. Hagyjad, ne szólj hozzá, mert érted, ilyen vállak van a testén. Dik, hagyjad már, mert vizé... Dik, jó, hagyjad már, ki van fehéredve, mint a Colgate fokrém, badd meg. Azt mondtam, küszöbb majom, meg ilyenek. Nem hallott, Colgate? Colgate, figyelj már, kergessed már kint inkább a bűnözést, ne a küszöbb majmokat basztassad. Én feljelentem, majd köszönjük. Figyelj, testvérem. Na, figyelek. Mit kérsz? Még egyszer? Két kaját, meg két piát kérnék, testvérem. Ott kivágod, még egyszer feljegyzem. Rábízom, ami nagyon laktat, meg nagyon jó. Jó, jó, csinálom neked pizzát, köszönöm szépen, meg kettő turmixet. Tökéletes, mennyivel tartozom? Hát az majd a végén megmondom meg. Rendben, bátyám. Micsoda? Ma harmadik, negyedik? Tenni meg nem tetszik. Tisztelet, nagy izékat szeretnék kérni. Várj, már kértem már. Addig te inkább gondolkozzál valami új rasszista szón, jó? Testvéreimet itt cídod, more. Uram, egyébként adok egy 50 eurós, vesz egy normális szemüveget, ez olyan londra rendezben. Problémád van a szemüvegemmel? Elnézést, uram, maga India. Problémád van az indiánokkal, testvérem? Nem, Amerika. Úgy néz ki, mint a rossz Moszkva alon a... Na, ide figyelj, testvérem. Egy dolog által meg engem az, hogy ne basszak le neked egy ilyen ordas nagy popont, hogy egy ilyen gyönyörű szép jelvény van rajtad. Csak ennyi. Elnézést. Miért? Hát leüthetjük bármikor, érted, leveszem lelvényt, ha gondolod. Jó, megbeszéljük, ne aggódj, megbeszélhetjük. Igen, te két területi ne balhízza, jó? Nem akarok itt balhízni. Itt van, érted, és akkor itt van intézés. Mennyivel tartozok, szép öcsém? 270. Köszönöm szépen. És a pizzám, more? Azt most csinálod?
Köszönöm szépen, testvérem, legyen szerencséd. Köszönöm szépen, testvérem, legyen szerencséd. Nincs, szeretnék élni öddel a Turmixhoz. Hello, nénye! De nem mondta meg a rendes nevét. Azt mondta nekünk, hogy itt úgy hívják, hogy Virsli. Mert úgy hívják. Mi ez a név, hogy Virsli? Mi? Frankfurti? Nem tudom. Vagy mi? Nem, gyere, bemegyünk, szóljunk a többieknek, rüljünk be a kocsikba, menjünk be feljelenteni, hogy ilyen rasszista megnyilvánulást tett. Mit kezdjük velük? Bezárnak a hekákon, szopunk, testvérem. Én azért még megtudom. 5 pizza szeletezt, légy szíves. De és akkor mit nem kérsz a pizzára, érted? A funkot. Mit nem kérek a pizzára? Túlmixet? Hát jó, érted, de egy gombát, érted? Azt kérek, fúúú, de tudni rálamban. Nem kérek gombát, szemmi ilyesmi. Gyere már, menjünk inkább. Szalámisz, kukoricát, vagy ilyesmi. Addig szedem a kukát. Mit csináltok? Nézd már, itt van a pókhálósza, izé. A kebab. Vagy mi ez? Mert kicsoda? Nézd meg, mit csinál! Dik, látom! Így készül a tagó! Megharapott egy patkány! Mit? Látom, mara! Dik! Meg vagyunk? Jó, nektetok? Ahogy nem is vettem, nem is ettem semmit. Megharapott egy patkány, megcsikál. Balac, na. Most kérlek szárfegyterek. De itt vannak még a kopók, vigyázzunk. Megvárjuk. Persze. Most rendeltek. Ez az, kutassátok. Én vagyok a kettői kereszt a penszabottal. Utána én azt mondom. Srácok! Mondjad! Amint küldtök először kivágni a rendőrakkal, a katalizátort kap egy százast. De nem tudjuk kivágni! Mivel vágjam ki, te? Kézi flexel. De nincsen flexem! De nincs itt rendőrakrósze! Ott áll az épület. De nincs flexem sem orán! Kivágom én a rákba! Mi? Lehasalok ide szépen. Lehasalok szépen ide. Így is van. Majd szólok, ha jönnek. Elkezdett szépen a katalizátort keresni. Így is van. Szépen kivágtam innen a katalizátort. Azaz jó. Vigyázzanak a kopók. Jó, ki tudtad szedni a labdát a koci alól? Le, kibasztusok! Megvan a labda? Megvan a labda! Ez az. Na, jó van. Kollégák hol vannak? Kollégák... Jó napot! Jó napot! Ketten feküdtek az autója alatt. Na, igen. Melyik volt? Megmondom magának őszintén. Melyik volt az? Nem tudom. Ez az ilyen pedig nem. Magukhoz tartozik? Nem. Magukhoz, mert szeretnénk bemenni feljelentést tenni a rasszista. De akkor miért vagytok még itt amúgy? Miért nem a rendőrszégem? Admin, van majd problémát kötözködni szeretné? Meg ilyenek. Rasszista megnyilvánulást, ez ellenem. Én tudod, hogy van a testvérek összefognak? Csak mondom, jó? Mi történik akkor? Hát, testvérem, itt adj ezt tudtam, mert ez muroprán lesz, jó? Csak mondom. Nagy kézi munkák lesznek. Hát rajta, te leszel bekézítve, testvérem. A tudod milyen leszek, mint a jó öreg drága nagymamám, amikor dagasztotta a kenyeret. Beleznek dagasztva rendesen. He, ülj ki magadnak, hagyjad már magadat, te jelvényes köcsög. Ülj vissza a kocsit, bazd, menjél járőrbe inkább. Puszi. Meg fognak, hogy kutorjam még át, nem már azt kutortam, gyerünk innen. Katalizátor akkor is megvan, mehetünk. Nem fogja tenni semmit, csak a hülyének nézett. Mit paráztok? Mit féltek ennyire? Mondtam, nem értem ezt. Mondtam, hogy hülyének fognak katalizátorhoz. Mi van? Most azért, mert fekete a bőről, már egyből katalizátorok a tropó. Adjad már magadat! Maga miről beszél, üljön már vissza magának, tudja mi lesz. Mennyi az a csaja magadnak? Mennyi adna? Köszi.
Menjünk be meg, basztak itt a rendőrök minket, testvéreim. Mindig a balhét csináljátok. Mindig. Szép napot. Talizbák, táló muroprándó áldási. Megkérném, hogy ne csináljanak semmi azt, köszönöm. Mit nem csinálhatunk semmi biztos óra. Ezért ide uram, hát maga mit képzelek? Maga is közénk tartozik, most mi a... Hát de nem csináltunk semmi rosszat. Így van, meg a... Én azt mondtam, ne csinálok semmi hülyeséget. Nem csinálunk, uram, menjen, elkérem. Feketék már egyből nyilvános szerint. Egyből, nem egyből. Nem csinálnak. Normálisan nem is lehet. Hát normálisan sose. A jó kis kata. Nem értem, miért van ez a világ? Visszajöttem. Hát mi van? Átmentél? Hát mi van veled? Átmentél izébe? Jézusba, öcsém! Szent osztó! Hát mi van veled? Hallod azt a csúrit? Nagyon meglőttem. Ne, menjünk már feljelenteni azt a rendszer. Mit akarsz? Ellenedeznek? Hát fekete vagy. Ha nem baj, feljelentünk. Formos bőrű vagy. Nem van ezt. Feljelentem így. Gyerünk már, feljelentünk. Hát, nem jelentett fel. Hát menjünk be, jelent is tenni. Menjünk be. Na gyere, na gyere. Irány. Áh, bent fogunk maradni, nem lesz zártörő. Nem baj az, most lehet. Mi az, hogy lehet? Katalizátorral lélek, adok, veszek, miközben én élek. Katalizátort cserébe. Vágom, cserébe az életedet meghagyom, figyelj, barátom. Már. Úgy volt, hogy megyünk egy helyre. De azt végül rájöttük, hogy Anubius küldte. De ott vannak az autók, bal oldalt, kettő nagy darab jeep, próbáljuk már meg megtörni. Menj vissza! Hagyjad, menjenek előre azzal a Skodával! Igaz. Menjen a rendőrség. Hol van itt két nagy kocsi? Menjél, itt majd jobbra. De vigyázz, mert tudsz, hogy ránk lesznek állva rendőrök. Itt jobbra! Jobbra, hát oda megyek. Itt meg balra majd, ott látod? Oda akarsz bemenni, te idióta! Miért? Hát nézd már ott, ez mi? Ez magánterület. Ki a faszt érdekel? Szerinted ott ki fogják rakni, hogy gyere ezt a modell? Ő a gyerek. Hát be kell menni egy házba. Én nem merek. És el kell bemenned. Én bemegyek. Innen fedezek, menjünk egy kör. Azzal, de... fedezem. Ez szóval nagyon-nagyon rád hasonló milyen volt. Kurva véretek van. Én megyek veled, testvérem, halljon meg. Én itt leszek járó motorral. Á, faszodat, el fogsz hajtani. Járó motorral nézem, ha jön valaki. Akkor... Ah, tudálok. Fordest. Itt állj meg, tesó, állj meg, itt be tudunk ugrani. Várjál már azt itt. Itt fogok állni, jó? Rálemenj. Bemenni, testvérem. Hol lehet? Nem tudunk. Hát, kigyűjtöttem egy párot. Van 2-3 ezer környéki járó. Nem tudod, jaj! Indulási van! Gyere! Mert mi van? Semmi, hát hallom, nem tudtok bemenni. És akkor szembe. Mi van? Szembe, hol szembe? Hát, bányjál, balra. De szembe? Menjél, balra. Ott áll egy autó egyenesen, gyerek. De az ilyen lakókocsi szar, az nem jó. Itt balra. Balra? Igen, és majd itt állj meg valahol. Itt a másik oldalra átmenjek? Igen. Ott is zár bal, ott a kapu. Hol? Itt a kapu. Rendőrök. Szevasz. Tesó, zár a vonal. Azt én mondtam. Itt a kapu. Benézek. Itt se tudsz bemenni. Megnézzük, várjál. Tudom bemenni. Ha? Nem, ott voltam! Jaj, koci! Ott voltam! Húzás! Hova akarsz húzni ezzel a retekkel, more? Húzás, csak megyünk 50-nel! Menni kell messzebbre! De hova?
Húzd bassz az ajtót! Kérsz. Hát nem tudom, more! Hát te szemiszemed! Húzd magadra! Menetszéltől, nem bírod te! Hát milyen menetszéltől? Menetszél nincs ez alatt a retek alatt, more! Hát mi van velem? Hány szar vagy! Dehogy már egy hitvány szar. Rendőrség. Egy szar, szemét, szaralak vagy. Rendőrség, de gyen... Rendőrség. Rendőrség, testvérem. Irány rendőrségre. Így van, irány rendőrség. Irány rendőrség, szép öcsém, induljunk rendőrség fele. Megyek, megyek. Amúgy, őszintén. Mondjad. Valakinek megvan a Franci száma? Nekem megvan. Itt álljunk megkukázni? Ne kukázni, iszélni. Na mi van? Felhívom. Ihettem be már, hallásom is elment. Ki volt a szóhelyet? Nem tudom, valami Lila volt bent, testvérem. Valami Lila volt. Lehetem is hozzájuk tartozott. Mindegy, testvérem, de a debil betről jött mara. Hát biztos, hogy volt annak kúcsa, ahhoz geti. Érted, mara? Hát itt nagy gáz lehetett, halljak meg, már érted. Ki kellett varaboljunk? Egy PM rádiót találtam. Na, van most már neked is rádiót, testvérem. Megint ezek a szirénázó buzik. Azt mondom, minek álltunk meg a balon darab? De ha ilyen hal, én nem adok neki. Én se. Melyik része várja? Ja, hát a Popeye az osztotta az évet. Hoppa, ez osztotta őket, te vasztok. Hello, hello. Ih! Beleszök mondja a kristályosodva! Hát ja, mi volt? Hát mi leszünk, csak a csapat másik része még nem. De itt mi is ismerkedünk a szerverrel, építgetjük a szálainkat. Aztán szerintem mi egy gettó banda irányába akarunk nagyon csúnyán elmenni. Tehát mi nagyon csúnyán gettós sztájba akarjuk verni. Hátizsák, hátizsák! Faszomat szoptad ki már! Jutatkodás. Igen, kriptesek. Az is jó volt. Ne dudáljál, majd törjem le a kezedet, hátizsák. Nem várok semmire és senkire. De ránk megvársz, mert mi vagyunk az életed. Uh-huh. Hogy a faszom... Az életembe ülsz most, jó? Milyen ebbe az... Már egy kicsit, már egy... Ide fingottál? Ide tessérem, de olyat, hogy ez az ülés meg fogja marni. Ez a kukázott kenyérnek az átka, kis be volt már kovászosodva. Amúgy itt nagyon jó ez a kuka helység, benézhettünk volna. Rá fogunk függeni a kukázásra. Hát... Én nem. Te gondoltam, neked csöves a munka. Dubai kurva. Ez nem munka, ez nem munka. Te rossz dubai kurva! Hogy jönnek? Hát fordulj utána! Na, azt megint úgy csinálj, mint az előbb. Hol a faszba voltatok el? Eltévedtünk, mora, halljak meg! Halljak meg, eltévedtünk. Szevasztok, hello, sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit! Ú, gyerekek, jó meleg van, klímát a kicsit benyeljük 18 fok, vagy kicsit behűtse itt a légkör.
Most gép. Mi lesz itt? Itt van nálam kristály, mert minden van. Fasz, fasz. Tika ninje! Gyű! Tika ninje! Gyű! Hú, erős bike volt. Még messzebb álljatok meg! Hallod? Rohadjon ki a gyomrod! Jobban nem bírt, mindig nem bír betolat. Mi van Orcis Crestan folyam? Tiszta kosszus, úgy megy. Mi van Orcis Crestik? Hogy nézel ki volna? Egy irány utcába jöttünk be, nem baj. Tiszta zubog. Tiszta a retek volt, testvérem. Tudjátok, azt a vicubus rendszerre meg kéne fújni. Hol van? Ott a rendőrségnél, mi bemegyünk? Dök a rendőrségnél. Áááá. Nem fújni, hát próbáld meg. Ki? Ne, Giuseppe, fújj meg akkor te a kocsit. Hát itt nem merem. Fújjátok már meg valaki. Hát fújj be, te! Nasszrevo, hát én vagyok a beszédős, hát én nyomom ki magam. De a teleban kamerából tudod volna. Hát, be fog riasztani. Gyere itt van, fújj meg ezt akkor. Itt az Audi. Hát de beriaszt, ember. Itt vannak ezek is, az Audi, Pantage meg, vagy valamit. De beriaszt. Nem beriaszt be, ne félj már, fújj meg. Ezek az ember rendes börtönbe. Nem hallják addig a riasztó. Majd én befújom, megfújom, add ide. Be is ír itt az egész területre. Add ide, majd én megfújom akkor. Na, állj meg, oda. Gyanúszak vagyunk ennyien, menni kéne. Ezek egy igazi síkviék, de imádom őket. Menni kell? Várjál pont rá, várjál pont látszak a rendőrökhez. Jó, van álljunk ide, gyertek ide. Kukázzá! Megtetted a feljelentést, Pole? Még nem, már most akartam, mert itt rátok vártam, hogy gyertek. Hát mi vártál ránk ennyire? Hát mert legyen ti is ottan. Több szem, de most ez a majom miért kukázik? Miért nem tűri a kocsit? Már figyelj a hekusok, geci. Tika macska! Tik! Jaj! Tika macska! Gyere ide! Gyere ide, kormos képű macska! Gyere ide, Kormi! Gyere ide, te kormos képi macska! Gyere ide! Meghalsz! Hogy megharaptál? Itt meg kell halnod! Meghalsz, köcsög macska! Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide, te kurva! Nem szaladsz el! Bátya elkap, itt 10 év van öcsém! Itt máma meg kell, hogy dögöljédik, még megharapsz! Még megharapsz! Hogy rohadjon ki a lelki világod! Te kurva! Intéztem! Intéztem a veszett macskát! Vigyázz, vigyázz! Töri, 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 töri! Fújja megfele! Fúrja. Aha, fúrja megfele. Menjünk kukázunk addig, ne legyünk feltűnőek egybe. Várj, bekérjétek kocsit. Addig befizetem itt az órát, parkoló órát. Van egy olyan Santa Genu. Biztos, hogy be fog riasztani. De én így fogok lenni itt, hogy hát... Ámol-e? Ott. Mit fizettük be éppen a parkoló órát? Én meg csak itt beleparkoltam cigarettázni. Adjak egy jointot? Gyere már, öreg! Mi a baj? Nem vették észre az uruk! Nem vették észre, gyó! Pedig ott piszkálja, nem baj, látod? Mert ránk figyelt, nem rá. Igen. De beleolvad a környezet, hogy olyan a pulcsia, vagy mi az? Csináljak róla egy fotót, hogy töri a gépet? És hogyha alánk akar rakni, akkor beküldjük a rendőrszét. Azt csinálják, csinálok róla egy képet, várj. Itt egy döglött macska, nem ezt sikerült. Előbb rugdostam le! Nem sikerült, Dick. Elmenekül. Menekül itt. Mi a baj, nem jött össze? Á, nagyon nehéz megfújni. Van nálad? Nincs még, keresni kell gyorsan. Mi van? És nagyon nehéz megfújni, tesó. Áááááá. Nem sikerült? Beretört? Nem, nagyon nehéz megfújni. Megfújni. Beretört. Keresni kell, izé. Aha. Áh, kikezek, szevasztok srácok! Csúró macskát, hát meg kellett halnia! Meg kellett dögölnie, megharapott! Megcsikart! Ittene! Oda ment, papi, pak! Robbasztotta a száját.
Aha. Nincs itt helye sehol sem, ura. Mondani kell, rossz a szeme. Ja. Nem látok bele próbálj a zárba, meg, hát... Próbálj meg a hóhér. Összetörted a izémet. Mit? Feltörni a kocsit. Akkor adjátok ide, meghekkelem. Úgy van, testvérem, hogy van a izével, tudod fogadni. Tudom, tudom. Ez az izével, az egressel, tudod? Meg tudod a jobbra-balra izét. Tudom, azt ismerem ezt. Ezt ki tudod nyitni? Aha. Na, ott van el. Hagyjad. Nincs nálam, a Zsuzidné van. Zsuzi, add ide. Nem, odaadtam a arabnak. Arab, add ide. Ja. Próbáld meg, jó. Te viszed el a balhét. Tesszék, odaadom. Tesszék. Hát kutassa. Leizzadtam ebbe a bőrkabátba. Vedd le. Nem akarom. Ne hagyja rájönnek a szexi testet. Haladás, pure! Mi van? Beriasztott! Húzás van! Gyorsan, gyorsan! Ennyi volt? Mi van, pure? Ennyi volt! Hát pure egyből tört! Menjünk! Riasztás! Riasztás, riasztás! Riasztás! Hallod? Jönnek az aluk, keci! Hol jönnek? Ott jöttek! Hát madrahus papu, pőnye mentek! Elápogunk minden! Jöjjön, látod? Merci! Gyorsabb! Nem sikerült? Kezdett beriasztózni? Ne. Hallod? Egy darab fordítási lehetőség volt is tört. Az baj. Ah. Mi van? Hallod? Egy darab fordítási lehetőségem volt is tört, pole. Óvatosan kell. Mi legyen? Nem tudom. Hát, mi Zsuzi, mi van azzal a számmal, aki tizét? Nem hívott, de felhívom még. Csörgessére. Álljunk itt félre, jobbra. Menjünk már be oda. Tudod, ott vannak kukák legalább. Gyertek, gyertek! Hát, öcsém, ez már kukázna egyből. Vágtál, Oando áldási! Nem veszik fel. Mikor menjünk pihenni amúgy? Ráérsz, nem? Ráérek még én. Vagy holnap? Sussú? Na nem tesi, holnap izé, Janes Magas üvöltözés. Az jó. Most hova megy ez? Hát mit tudom én? Kukázni szerinted? Hova menne? A kukás Johnny. Hallod? Te kukás Johnny! Hogy basszom ki azt a gitárúros nyakadat! Ezért kukás Johnny. Á, hova mész már te is? Ó, de Dick, de szabályos vagy már, more, halljak meg. Nézd meg! Dick, tolass újra, mert ráállt az áróvonalra, rohadjon ki a szád! Á, tecsém! Ekkora faszfejek is csak... Ennyi tudtok, csak turkálni. Biznisz meg nem intézik. Tehát igen. A analfabéták. Menj a rövizniszt. Na menjél innen, ez az én kukám. Nem, ez két kukás, szóval két személyes. Rátartok egyet itt. Rádüböltök mindjárt. Egy az egybe, hogy vagyok. Tudod, mit találtam? Egy kristálytiszta moszott követ. Hallod? Na, némulj már meg. Némulj nyomába. Hallok, te buzigetti, hát majd ne kell olvasztani a ványába. Jó. Úgy fogom tenni. Úgy látom, hogy tetszik nektek ez, srácok. Azt olvastad? Itána, modala na ito ite. Mezzasita ola aoi aoi anasova
Hát, hogy szétkukázzuk az agyunkat. Tudom, hogy ott sok kuka van, tesi. Ott olaná, ito, ite, necessitálóvá, aoi, aoi, annatová. Mi van, botharcos? Köszönöm szépen, hogy csatlakoztál a Discordhoz. Csumika, milyen beállításon van neked a játék? Miért tesi? Le van lovozva minden. Lovon van minden. Csak rá van boss vagy textúra pak. Hogy szebb legyen a játék. Hello, hello, szia, szia, tesi. Üdvözöllek itt a streamen. Hello. Mi van, Leo? Mi van, arab? Na, menjünk már, mi van? Várjatok, már szemembe elé pattant ez a szar rádiós, nem tudom. Ja, jó, hát... Felmegyünk egy rádióra akkor? Mert már fenn vagyok. De melyikre menjünk? 111. Lecsatlakoztam. Minek az? Hát a két kocsiből ülünk, baszki. Azt levettem, az nincs fönt. Nagyon remélem, hogy nem néz előtt a szomagtartomba, igaz? Semmi. Az le lett véve, azt nekem van privátban. Te mivel raktad el, Leo? De eldobtam a zsebembe. Te hogy dobtad el? Hát, nozt, na. Na, de a rádiót sem tudni használni. Szép. De nem is kell. Minek? Nem is kell, menjünk akkor. De várjátok, már eladottam el. Jaj. Csak mit tudsz? Rá kell állni, mert nem jó a rugózásza. Ne! Várok! Azaz! Hú, valamit odacuktam. A faszomat. Valamit odacuktam, a faszomat! Meg. Faszod itt van elő. Hát kiköptem. Ah. Elén tudunk, mi van? Mit tetszik? Még Rishiret rá kell basznom. Láttam már ilyen szobor testet? Ilyen degenerációs. Szépen beszélj a testvére, mert itt magam mellett elővettem a törött üveget is odaraktam a torkodhoz. De megijedtem. Ja, ennyi vagy, tesó, ennyi. Így lepörölt. Így lepörölt. Le vagy pörölve a gettybe. Le vagy pörölve. Téged kéne logopédusot beiratni, itt ilyen fejű. Rohadjál meg. Nem magyarázzál már, te kalapácsfejű buzi. De mi van már? Már jó. Nézd végig. Reszket itt a Popeye. Mehetünk. Így ki a csecsem. Na mit csináljunk? Hát nem tudom buznyákolni, vagy nem tudom. Nézzünk el lakatoséghoz még, nem? De ja. Van a lakatoség. Szomja fog halni. Van, mert van nálam vas. Egy darab vas. Az jó, az pont sokra vagy. Ember, csukd már ezt a szart. Nem tudom. Nem tudom lecukni. Valami oda van ragadva. Kinyitottam, ezt ez egy ilyen egyszer zárhatósz. Te hogy már az milyen vagy, olyan mint a... Olyan mint a fi... volt régen az a 600 képes fényképezőgép? Rohadjál meg! Emlékeztek arra, rohadjatok meg! Régen lehetett venni pár ezer euróért. Itt! Ne magyarázz arra, hogy felállt a faszom, mert így szoktál rajta csüngeni. Így szoktad. Ó, fel is jöttek az emlékek. Csináld még! Csináld még! Össze tudod lezárni nekem? Ez már gint dudál ez a buzi, már gint azt akarja, hogy hagyd ott. Belementem egy gödörbe, hogy lecsapódjon. Nem. Nem csapódott le. Nem foglalkozz vele. Legalább ön hátul a klíma. Ennyi.
Az a lakat a Zoli? Na, az a Zimike. Zimike? Ez a Zimike. Jaj! Istenem. Az... az... Franci elütötte volna. Na, szép lett volna. Itt nézzük már be hátra. Hogy képes rá, Franci. Simán. Szevasztok, hello, hello, üdvözlök mindenkit. Üdvözlök mindenkit, hello, hello, hello. Nem ad ez semmit. Mhm. Ott benn milyen kanapé van, tesó? Kanapé? Mhm. Ott szoktak gengelni. Eredeti Louis Puttyon, testvérem. Louis Versace? Versace. Halljak meg! Armani is van rajta, meg egy kis Hugo Boss is. Fordított Nike pipa. Na mi van, hova menjünk buzniákok? Hát te intézted itt őzéket. Hát de alapanyag nélkül hogy menjünk egy velük buzniákolni? Tök ez az ember, milyen alapanyag? Hát itt alapanyagokat buzniákoltam össze, hogy meg van cuccunk, el tudjuk adni? De nincs kinek. De van kinek eladni a cuccot. Nézzétek már, nem lakatos, laktatós. Azaz, laktatósok. Láttad, az van odaírva? Nagyon menő. Ők voltak már BTIS, KFTIS és RTIS. Igen. Kinőtte magát. Vasz és színesfilm kereskedés. Keretkedés. Keretkedés. Ez igen. Ez aztán valami. Ez valami, buznyákok. Hát tátok, ezért mondtam, jó lett volna az a füves meló. Hát de nem itt kellene kóvályogni, mint a szar. Hát nincs a városban szerintem, hát... Most itt tudjunk csinálni, ha nincs itt akkor. Ezek nem a lakatoszék? Nem tudom, lehet lakatos. Lehet, hogy a lakatos banda. Na? Hát nézd csak be. Testvérem, ez a lakatoség. Dik már a régi jó kopott izé Citroen testvérem. Az Merci volt. Te. Merci volt? Te fiú. Jó van ma. Aha, jobbra le. Nem, ott van szemben. Jó estét! Ó, de jó az a Merci. Bágtaló, szép testvérem, bágtaló! Várjátok, ez az öreg bágtaló bratja szóval. Szevasz bátyám, mi a helyzet? Mi a helyzet, szép testvérem? Nem sok. Már te vagy ez a lakatos Ronald? Kis oda. Maga a lakatosé? Hey, nem. De akkor mi jó csinál, drága szép bátyám? Szedem a szemetet széjjel fele. Mit lehet mit szétszedni a szemetet? Oho. Ha nálam is van, de nem tudom széjjel szedni. Hát szemetes zsákot kér. Ja. Ja, volna bátyám, azt hittem már maga lakatos. A szemetes zsákot honnan szerzek, szép öcsém? Kukázom. Kukás munkából. Aha. Értem. Szóval a többi lakatos? Hát ő nem lakatos, azt mondja. Én nem vagyok lakatos. Ez a vén öreg buznyá. Robákat kerestek? Azokat is. Szóljak egytek. Hát nem lenne rossz érdekli, hogy bizniszelni velük. Jó, ad várom már egy pillanat. Ó, öreg. Pelenka van-e már öregem? Nem tudom, gatyás se. Meg gondolom, hát csúszom ki oldalt. Hát igen, a lábad szárát kicsúszik. Jó van az. Azt hittem már ki van ütetve magán. Micsoda? Hát tudja, a szaróka. Te hogy van? Nincs zacskóba, hát mit gondoltál? Hát ja, hát a gyomra szélére kiütet, itt esre, ki zacseszba. Oda, hogy az itt szarik? Kiütetni. Nem magyarázzám, a téged raklak ki oda az éjszakai Night Vision útra. Aha. Buzi vagyok. Ha, mi ez? Mi az? Földön vagy? Mit mondtál? Buzi a... vagy? Oda maglanak. Buzi vagy, de... Buzi vagy, öreg. Éjjjj, nem az öreg. De mi mondtam? Buzi vagy, öreg. Te mondtam. Nem, ez én Giuseppe mondtam. Öreg. Jaj,
Tisztelem az idősebbeket. Jó étvágyat, jó étvágyat. Átbasztott. Figyelj majd, én ahogy lőjek neked innen öreg egy beriasztót, bevárják neked egy besés. Jaj, ezeket már adjátok már az öreget, mora szarni nem tudti, mert bántanátok szegényt, hát. Drága szép bátyánkat. Hát ez a Dezső bátya, nem ismeritek? Én vagyok a szemtelen szél, mora. Hát te vagy már, te büdös szél vagy, aki mindig... Te magyarázzál már, az, az öreg itt fújja a szarszagot kifele. Olyan a seggeltség, mint egy rossz izé ültetette volna, még izé kiköpő. Te meg rossz izé, vises Jack Sparrow vagy. Ülj ki magadnak, te testvérem. Szépen bemutatkoztok az öregnek. Hát de hát. Uraim, hát most szóljak egy románok, vagy ne szóljak. Hát szóljál már, bátya, halljak meg. Most meg akarnak itt verni. Dehogy akarunk megverni. Mutasd már Csérnek azt a mercit, gyere már. Megver valamelyik, már rá is húzok egyet neki. Bratja, szombe vagy védbe? Mit nyitogatod? Hát a bátyám. Miért cibálod a mercit? Tesom. Ezt németből hozták. Patik az innyi, merci! Halljak meg! Németből hozták el! Német, ez Wunderbaum van benne! Ebbe is? Nézd már! Német Wunderbaum. Hát ezek igazán veszélyesen idióták, én nagyon szeretem őket! Látszik azért, elég pacika! Hát te sirengem, nem visztek el főgaráshoz, mora? Miért? Mert nekem lassan izé van, alvási. Nekem is szobesz van már! Menjünk? Én azt mondom. Na, most jönnek a cigányok. Ah, nem fognak a cigányok. Jönni, telefont adnak. Ádám, öreg. Ne, jönnek. Mi a helyzet, öreg? Hadd már meg a számot, felhívjuk. Romákat még várd már meg. Várj, én tudom még, hogy keresik őket. Hát de fel ki hívni, öreg? Ha hívom, te nem veszi fel. A verjem a szájában, miért nem veszi fel? Ó, oh, gyerekek. Hello, California. Figyelj, mert titeket kerestek a vastelepért. Öt fiatal ember. Cigányok. Azt mondják cigányok. Valami üzletet akarnak. Jó volt. Hello. Figyelj, itt van fél perc, azt mondta. Erre beszél, akkor egy óra is itt lesz. Cigányoknál fél perc az öt perc. Nem nagy eltérés van. Úgy, mint az autóknál, mondják azt, hogy 2009-es, az mikor oda és csak 2004-es. Hát jó, hát nem úgy szokott lenni. Az alatt az 5 perc alatt leöregedik egy pár évet. Titáká, otonaná, ító, ité. Figyeljetek, én szokon vegyék. Figyeljetek, én elmondom ezt a kristályt. Ahogy, Vágtáló szép testvérem, vágtáló! Ti kerestelek mi? Én kerestelek szép testvérem, vágtáló! Hát csomó ez lesz? Mi a helyzet, szép öcsém? Jöttünk egy kis üzlettel itt a testvéreket, tudod, hogy van ez? Szevasz, tábiz vágtáló! Hát csomó ez lesz? Szóljuk oda sávvá lefemmel! Hát, ezt nem igazán értettem, de jó! Na, mi a helyzet, Bratislav? Mi a helyzet? Szóval. Hát, hogy ezeket most nyomkodjátok, kajak, pole! Bebaszom ezeket tízezrekre most már. Hallottuk, kérdezik. Szevasz, Csomi! Szevasz, Csomi, szevasz! Hogy vagy, mi a helyzet? Hallottuk, itten vannak már buznyákolások. Hogy meg? Mondják, hogy veled veletek buznyákolni, üzletelgyezítesek. Ja, úgy igen. A buznyákolás náluk más se lenne jó. Nem vagyunk mi buzi. Bizniszelni. Mibe utaztál? Azt mondják, kocsikat hozunk ide, átveszitek. Hát, attól függ miért. Milyen kell? Hát milyen kell, azt lopunk. Hát, az a baj, hogy azzal nem értek sokat, hogyha ellopjátok. Hát figyelj, mennyit tudsz adni értek? Várj, ezt tisztázzuk le, hogy milyen kell? Így na, van, hát, az a baj, érted, hogy hiába tesszük be a prézsgépbe, az úgy összenyomja, hogy nem marad belőle semmi. Aha.
És akkor milyen autó kell neked, testvérem? Egy opció van, amikor marad, fölnyitod. Azt... hát le kell szedetni az alvásszámot. Hát sávval, azt meg tudjuk oldani. Micsoda? Sávval tudjuk leszedni, testvérem. Hát testvérem, hogyha tudnám, akkor most nem autó agyítettek volna. Na tessék. Hát azt gondoltam volna, hogy már leszetted volna. Még marad ez az házas, tehát nem bír már menni, még a hegyen se fel kell tolják. Csumérek! Beszéltük egy piglorra. A persze. Jaj, az öreg ma szíja az itt, az embólia. Figyelj, már kéne rákérdezni konkrétan, hogy miben tudunk neki... Na, miben tudunk vele bizniszelni. Ő is pénzt csinál belőle, meg mi is. Hát lehet, hogy azt érti, mit akarunk. Na, majd akkor én mondom. Ez a testvérem, akkor ez milyen cigány mora nem érti a cigány beszédet, halljak majd. Mert ez csak kors, tesó. Mi akkor izé? Romungló. Na. Hát, addig az sok van, de gratulálom. Makirába. Mi akkor ezek izék, testvérem? Vagy a faszomba hívják a izét, a fél cigán, Rumungló? Olyan, mint én, persze. Olyan, mint ti vagytok. Miért te se vagy olád cigány, rohadjál meg? Honnan tudod te azt a buzikát? Hát fehérebb vagy, mint a hód, more. Hol lenni Feka te? Feka vagyok. Hagyja, mi vagy te? Hol vagy te? Hagyjad már magadat. Úgy akarok kinézni. Jó. Az ordod, ezt ő ki magadnak te? Jackóra ütettem magam, nézd meg el. Akkor essen le az orrot. Figyelj, amikor meghalom Jackót. Egy. De egy még a cigány rumbát se tudja, more. Miről beszélsz, te rossz buzi? Hát komolyabban járom a rumbát, mint te. Hagyjad már magadat. Hagyjad már magadat, Dick. Kezdek el a Dick. Tudod, elnyúlom. Jussi, ülj már ki magadnak. Rossz muzik. Na, magyarázzál. Térjünk a biznyákra idén. Nem bíz. Vágtál öreg, legyen szép napod. Na, ettől is vagyok. Na, akkor én feltenem a kérdést. Szóval, az a baj, hogy nem tudjuk meg mi se, hogy lehet leszedni az alvásszámot. Akkor segíts nekünk, testvér. Azért vagyunk itt, mert igazából olyan tervünk van, hogy kis... hogy mondtam, mi volt az kis? Kis mi? Ez a por, geci. Kiss me. Kiss me, csak megcsókollak. Megyek, megcsókollak. Kiss me. Kiss me. Ne. Jó, van. Na már egy srácok. Mondjad már, testvérem. Érted, hogy nem kell nagyot beletenni, de nagy haszon. Érted. Kis kockázat, nagy haszonnal. Így van, kis kockázat és nagy haszon. Miben akarjátok? Mi jó lenne nektek? Tudod, úgy érzed, testvérem. Mit hozzunk nektek, amivel mi is jól jártok, de mi is azért? Na hát látod, pont az a baj. Bárki jött ide megkérdezni, hogy izé, hozna autót bezúzatni, azt mondtuk neki, hogy jó, szedjétek le az alvásszámot. Azt senki nem tudja. Nem tudják, hogy kell leszedni. Szerelő se tudja, more. Szerintem nem szerelő csinálja. More. Na, figyelj, telefonálok. Megtudjátok, és hoztok egy olyan autót, ami nincsen alvásszám. Azt megnézzük, hogy mi marad. De mi vasárba veszitek le akkor? Hát ezért nem tudok pontosat mondani, mert nem tudjuk, hogy mi marad magából az autóból, érted? Hogy most mit tudom én... De Mó, ha nem csináltál még ilyet, Mó? Hát senki nem csinált, mert senki nem tudta még leszedni az alvásszámot. Muropvál, hát akkor hogy hadd szedjük. Ennyi. Mi, valaki le tudja valaki szedni? És ez a blahol húzatér. Hát tényleg, és ez az. A 4-es 6-os basz meg aluljáró meg minden. De nem jó az. Ránk hozzá a prikesi jár. Te vagy már meg itt a prikéziákkal jössz itt neked, more. Na, darítsétek ki, nem tudom, hogy itt a nagy... És mennyi pénzt adsz nekem azért, hogy ezt... Ő vissza tudja, hogy szevasz, szép testvérem, figyelj, segíts nekem! Mi van, mi baj? Megmondjuk minden. Figyelj már, testvérem, itt a alvásszámot, hogy tudom leszedni a kocsikról? Alvásszámot? Ilyen... mi a faszommal? Mivel tudod leszedni az alvásszámot? Ne mondd ki, nem mondd ki kérlek szépen előre is. Ezt SMS-be írd le nekem és megnézem majd. Van egy kecsere, jó? 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 Csók-csók! Figyelj ide, szép testvérem, most mondom, megvan az info, hogy tudjuk leszedni. Na. De ennek van ára, testvérem.
Jó, van. Mennyit érne neked az az info, hogy megmondom, hogy mivel tudjuk leszedni? Azt ne add meg. Azt ne add meg, azt elég, ha mit tudunk, hogy jól szedjük le. Más legalább nem tud neki kocsit. De figyelj, őszinte legyek. Engem nem érdekel, hogy szeditek le. Akkor hagyjad. Hát de így más nem fog tudni neked hozni, Mora? Nem baj, nem baj. Ezért bizniszeljünk, testvére. Hát de figyelj már, az neked nem jó. Az a baj, nem értitek a srácot. Na, mondja testvérem, már most már felmert a teljes. Még nem hozott neki ide senki kocsit. Mert mindegy, senki se tudta kivenni alvász. Érted, hoztak olyat, ami nincs rendszám. Azt kaptunk belőle 10 vasat. Azt megfelezem veletek, persze, nagyon szívesen. Kaptok 5-öt. Most van nekem egy vasam, azzal nem tudok kezdeni. Mennyiben megy most a vasár? Egy darab vasár. 20 euró, 30? Mennyit mondtál? 20 euró, 30? Megetszem, megkérdezem. Mennyit mondtál? Ha mennyibe megy a vas? 20 vagy 30 euró? Tott a bicska, ember. Figyelj, tedd már el azt a szónok is fizik pinört, testvérem. Megetszem, megeted a 20 vagy 30 eurót. Figyelj már, testvérem, most mi akarsz a balhét? Miért jöttünk bele buzdjákon, szépen kérdezzük, hogy mennyibe kell, mennyibe Felszik megy az ár. Balhét. Te meg előveszed itt a buzit. Na most a Samu bátyával, hogy nyomjalak? Várjál már. Bizniszelni jöttünk bele, de nem késelgetni. Te itt újak vagytok? Igen. A tikteket ajánlottak nekünk ott a parkolóban, hogy ti tudtok ilyen bizé, szétkapni a verzi. Tiktek már ezt a szart. Akkor még beszélni, hogy nem akarunk valami. Hát, mi a akarsz csinálni? Hello. Tegyük fel egy... Csá. Most csak mutatom. Mondja, testvérem. Mi a bánatot csináltok? Már boltoztok? Nem. Hát a kocsikat akarjuk majd leadni, tudod? Az meg le kell szedni az alvászámot, hogy az izét a cigányoknak... Nem, ez ki mondta? Hát itt a cigány, mondja nekem! Ez hülye, bazd meg! Találsz egy kocsit, az alvászámot, milyen alvászámot? Hát ahhoz, hogyha ő betöri, ahhoz érted, Dick rendesen kapjon belőle valamit, ahhoz de kezdett... De zárfésünk kell amúgy. Igen. Ja, hogy alvászámot lekeszedni aztán a zárfésővel? Hát nem, azért, hogy mi főtörik a zárfésővel, és idehozom neki, hogy Jonas Boyt adja nekem értek zsét, meg ilyeneket. Mennyit adna érte? Ne, ő se tudja, nem hozott még senkinek így autót, mert a zárfé... mert az alvászámot nem tudják leszedni de, a kocsikról. Te adod le majd egy helyen, akkor 500. Nehogy átbasszanak. Hát de mi más autóját ellopjuk, azt hozzuk ide, Mora. Ja, értem. Hát csak ahhoz az alvás számot le kell szednünk, érted? Hát jó, az mondjuk úgy jó, azt tudom miért jó. Na mindegy, oké. Csak vigyázz magatokra, jó? De az hogy kell, testvérem? Azt leírtad SMS-be? Igen, nézd meg. Nem nézem de most ugyan... meg, majd később nézem meg. Hát rendben, de leírtam, igen. Imádlak ezért, szeretlek én szép testvérem. Jó, már jó legyen, vigyázz. De is testvérkém, csók. Ugyanez. Ők is fel voltak háborodva, hogy mi mennyibe kerül. Abban maradtunk, aki 20-ért adja, megszurkodjuk. Ezzel nincs a baj, semmi közünk hozzá. Na, kell a telefonszám, akkor szurkodó. Mennyire szurkodni akarsz? Persze. Na, írjad akkor befele. Nikolaj, az a neve. Várjál. Na. Szia, 20-ért beszél? É, 25 is ment beszél a útban, azt mondta. És magad alatt vágod a fát, te hülye vagy? Én magam alatt vágom, azt mondja, megszurkodja, szurkodja. Na, 8-16. Na figyelj, dobom szer. Figyelj. Talentes jobb van. 92-91. Ilyen dobom szer, kicsim. Figyelj már. Mondtam, mennyire is megveszi? 25? Mi 25 is. A Romából ennyi erővel adjál neki 50 eurót, ő visszat 20-at. Így van. Na, még abba is benne menni. Hogyne már. Csásul, mindenben velem. Jó van, meg lesz keresve. Na jó van. Akkor mi menjünk alá. Szóval, Na? Ezért leszedés. Mondjad, igen. Meg vagyunk vele, meg már tudjuk. Már már nem jut eszembe az a szó. Alvattam? Az. Mondjad. Megmondom őszintén, nem érdekel. Ha ti megtudjátok, az nektek jó. Nem foglalkozunk ilyenekkel. Tudjátok miért nem? Azért, mert bejönnek a köcsök zsekák, érted? Nem kérdeznek semmit, ágyből hátra mennek. Találnak itt egy autót, ki lesz a hibás. Ágyből minket fognak előszedni. Azért nem foglalkozunk. És például, ha én hozom ide neked az autót, az akkor nem vesznek elő? Azért nem, mert te fölhívsz, megmondod, hogy hozod az autót, azt én abban a pillanatban itt termek, azt már nincs is autó. Volt autó, nincs autó. Ezért szerettek hozod a Kobelkos 16 tonnás, mi az bepérseled oda?
Micsoda? Hát a Kobelkó testvére van, nagy, nagy markolót. Érted, azt egyből bevágdosod oda. Egyből... Ja, persze, persze. Na hát erről csak érted, ne az legyen, hogy itt hátul le van a parkoló, szönnek a zsekák, keresnek valami autót, azt akkor rajtunk verik le. De jó, de akkor nincs is olyan követelésed, hogy most hozzunk egy BMW 730 benzint, hogy neked ez kell. Tök na. Mindegy. Na. Jó. Na. Wow. Amit hoztok, azt hoztok. Meddig vagytok a telefon? Wow! Mi a faszom történt? 5 bit! Nagyon szépen köszönöm, Noki, az 5 bitedet! Mert akkor én azt mondom, hogy egy autóval érkezünk, hanem ilyen 2-3, és hogy nagyon szépen köszönöm. Hozzuk neked. Jó, van, jó. Már itt közben cigit tekerek, testvérem. Mondhatom? Küldjed, küldjed, bátya! 990? Kataljuk, 96, 92? És akkor hogy hívhatlak? Kalifornia. Itt a paprika marad? Hello, motherfucker! Ha, igen, meg a város. Na mi van azzal az öreggel? Mindig itt a nagyon kire. Szépen köszönöm, basszus! A 10 bitedet tesi egyenek meg, nagyon köszönöm! Menjen be, benne van a hello, motherfucker! De hogyha... Igen? Azt mondom neked, hogy törzs emberek leszünk, akkor másképp lesz az árunk, ugye? Ha, persze. De ez mindenkivel így van. Jó, oké. Okay. Srácok, ma lesz egy olyan, hogy... Érted, adunk el valami cuccot, azt többször vásárolunk, akkor nem annyira szájra. Adjuk el, mint másnak. Persze. Jó. Meg ugye több darabnál olcsó, meg ilyenek. Na, érted, tudod. Rendben. Valami van. Akarok egy olyat, hogy így leülünk egy live annyi, előtt, hogyha hoztok autót, akkor és kiválogatjátok, hogy a Discordon írjátok már le, kérlek. Ezek a milyen? Ja, hát hívlak. Ja, nem úgy gondoltam. Érted, tudod, ilyen kukosba. Hát, még az sem biztos, hogy jó. Valahol itt a környéken le kell rakni, ahol nem jár senki. Ott ránk csörögtek, azt itt összefutunk. Jó van. Legyen így. Jó? Dik. Már zsekáknál most nagy túlkapások vannak, meg ilyenek. Na miért ennyire korrupt budik? Kútól! Na szensz, sirken! De megijedtem, geci! Hát meg azt hiszem, hogy rohagy meg, baszd meg, nagyon megijedtem! Ma meg kidobtam a cigit a kezemből! Olyan kihívták a köztereseket, hogy foglalják le az autót, hogy nem volt forgalmi. Érted? Nem volt forgalmi, azt hívták a köztereseket, vitték az autót. Hát az mi? Az faj, innen? Nem, innen nem. Ismerőstől. Ja. Érted, semmi felszólítás, vagy büntetés, vagy valami. Tányból lefoglalták. Az faj. Jött kicsórósz, nézte, hogy hol az autó. Na, meg ez a faj. Az, hogy milyen soundeffektet akartok berakni. Bot, meg ilyenek, meg hasonló. Mi nem akarunk ilyenbe még utazni. Jó. Csak mondom, hogy okosan. Messze van. Okosan. Hát meg ezekkel hogy pattanjunk meg? Hát a hegyen nem bírtam bele felmenni. Hegyen? Á, kis hegyen, amúgy meg a volt, amikor mentünk a nagy bankhoz. Nagyon egyszerű. Ott a hegyen nem bírtam kimenni. Domb. Figyelj, nekem hegy. Megfogod, állapod az autót, elmész vele rabolni, azt bezúzzuk. Kajak. Hát erős. Nem mond hülyeséget. Hát persze, ne ilyeneket lopjatok. Á, meg ez. Hát. Elég kockázat lesz a srácok, hogy elhozzuk neki az az útvonal, még akkor emész vele rabolni. Mi? Ez nem lesz úgy buli. De figyelj már, ez már nekünk mi, ez már nem az mi buli lesz, hogyha itt megtalálják nála. Hát de és hogyha nem menekülsz el a rendőröktől, akkor meg ott lesz az is, hogy te elloptad azt az autót. Bizony, csak rád, hogy elloptad azt. Hát te vitted el a boltfelaplásra. Most figyelj már, nem rosszból, de elmész egy olyan autó, ami rajta van a rendszám? Vagy mi? Hát nem. Hát ezt mindenképpen leszeded ma. Na, hát akkor meg úgyis azt fogják mondani, hogy loptad. Nem? De. Ja. Hát akkor ugyanott vagy. Akkor végül úgy. Na, de ellopjuk, meg kihozunk. Csak akkor a köztelesek nem a tiédet viszik el. De hát ti tudjátok, srácok. Igen, meg az a lényeg, hogy neked autót kell hoznunk. Te azt lezúzod, azt tovesz van. Ennyi. Hello, Janga! Hello, Belo! Jó, másotok van, szóljatok, valami kell, szóljatok. Na, szólunk. Jó, a testvérem, jó van. Akkor legyen áldott békesség, szerencsét, te maradtanál. Sok szerencsét. Te azt teszél, testvérem. Csomi. Na. Felettük egy valamit. Figyelek. Fiú. Hova menjünk? Na, öreg. Mondjad, öreg. Nem érdekel titeket, Lord of Kópi. Nem, testvérem. Kútól! Na, szensz, sirken! Hát ennek lejjebb kell vennem, geci, a hangját. Hát összefostam magamat, megint toki. Bazd meg! Lada. Köszönöm szépen, tesi. Csak
Lada kombi. Kombi, ez Skoda öreg? Nem. Vagy Skoda? Bocsánat. Skoda rádas. Nincs rajta szemüli. Oh. Hát azt nem. Á, nekem jó az a menő. Ja. Jó, van, csak kérdez. Na. Már meg találkozunk, az hónapig alszok egyetlen. Jó, van. Szók öreg. Csók öreg. Alig bír menni, de itt van a vastalepen ember. Ja, hát ez tartja életbe az öreget. Nagyon szépen köszönöm. Figyelj, a követéseket. Hogy hogy kell ki szeretni maradni. Már megvan, csak nem néztem meg az üzenetet. Jó, van. Ja, tesó, ez nagyon raffinált cigány. Ennyi pihenni. Rendben, tessike, mi is lépünk. Megpróbálom kocsikat intézni. Jó, van, megpróbálom. Na, nem maradt tudják feltörődni. Megtudjuk azt is. Na, megtudjuk azt. Minden megtudjuk azt. Menjünk haza. Halló? Halló? Dickpick, mi volt, ő volt, geci, a hangfal, érted? Nem úgy, mint az új Teslákban beépített hangfal van benne a hanghatására, ő volt. Ez elektromos. Nézzük már el azért az autókerbe, tudjak venni valamit. Venni akarsz kocsit? Hát persze. Mennyi pénz van? Mindjárt mondom neked. 1540. Egy ladát azt tudsz venni. Tesszó, 1250 év veszel ilyet, mint ez. De mindenki veszél ladát, azt az is megy 100-ot. Valami van. Aha. Hammerekkel mentek. Jó, akkor vegyél, amit szeretnél, én itt kirakom. Jó, megnéz. Nem vártok meg? Hát mire te kiválasztod, az egy óra hosszú. Jó, van már, most siet. Hát nem szeretek, csak nem lád akarok várni feltétlenül. Mit csinálsz? Mit csinálsz, Pole? Geci. Kezdődik egy órás show. Hát azért mondom. Nincs. Nincsen. Lehet, hogy meg lehet kártyával is. Na persze. Kártyával. Kagevan Shinno Jutsu! Ott a katalógus. Az itt? Uh-huh. Ez jó volt, Naki. Ez tetszett most a Kagevan Shinno Jutsu. Mi ez? 10 gyerek van. Már nem láttam a mikrofonálványtól. Mi az? Figyelj. 10 gyereke van a cigány férfi. Állt be a hivatalba, és a tisztviselő... Nagyon szépen köszönöm, tesi. Mi ez a tisztviselőnek? Ez igazán ez. Ennyi. Hello, hello, szia, szia. Nem forma, de hogy is, mert forma nincs. Forma már nincs, ezt kilőttük. De hova futottak? Nem tudom. Én tudom, hogy neked tetszik, Pore. De gyönyörűek. Jújjújjújj. Ezek most hol vannak a buznyák arcúak? Test. あなたへと抱くこの顔
Ekkora kö... Itána... Potolaná... Ito... Ité... Mi ez? Cigány karácsony. Ez a karácsony. Mi? Mi? Bicikli. Ennyi. Aj, ez jó, de szerettem ezeket a zenéket. Na jó, testvérek. Ez így röviden mára ennyi lett. Én azt mondom, hogy nézzük meg, hogy kire megy a raid. A raid. Nagyon szépen köszönöm a mai támogatást, supportot. Itt voltatok. Most egy időre itt GML-re fogunk bejönni. De jó volt, tehát tessék megint. Mindig a szívű faktusám hozott, bora. Na, nézzük meg, hogy ki lesz a mi emberünk. Hát azt mondták nekünk, hogy csak GML-es lehet. Szóval Pistikét. Hát ja, sajnos tesi. Jó, vigyázzatok magatokra, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra. Csók-csók, testvérek!